Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, sziasztok. Jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello. És különösen jó reggelt, és hát részvétünk a romhányiaknak. Mínusz 6 fok. Ne. Mínusz 6 fok. Itt böngészem a falat, mínusz 1, mínusz 3, mínusz 3. Azért érted, mínusz 6,2 Celsius fok romhány. Most nem a zabariak vitték el a pálmát, mert ők náluk ugye a legalacsonyabb az éves téli középhőmérséklet, őrőlük sokat lehet hallani. Hát most a romhányiak. Mínusz 6,2. Az más a középhőmérséklet, meg a azért a mondom, gyerek, hát igen. Azért mondom. Igen. Tehát, hogy a romhányiak. Az tényleg durva ez a mínusz 6. De ez lesz, hát ezt olvastam, hogy ez lesz. Tehát ez most már igazából jön. Nálunk csak egy fok volt, idézőjelben. Csak pluszba vagy mínuszban? Pluszba. Pluszba. Tehát nálunk még szinte nyár van, persze. Fok is plusz. Így van, bizony. Ja, gyere. Na, mi újság van? Hát én tegnap a melegkutyót is kaptam, mert hogy kimentem a közelünkben lévő egyik kis terecskére, ami gyakorlatilag így az emblematikus helye az én egész Lőrinc életemnek, ami mondjuk így 43 évre tekint eddig vissza. És hát van nálunk egy emlékmű már egy ideje, ami miatt állandóan vannak mindenféle tereprendezések, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, hogy méltóak legyünk az emlékműre. Most éppen azt találták ki, hogy kiszednek egy pár fát. Most kiszedtek 12 darab fát, köztük olyanokat is, amik ilyen cirka 40 éve ott állnak. És hát már ugye hozzátartoznak az ember életéhez, szépek voltak, lombosak voltak, nagyok voltak, egészségesek voltak, de valaki kitalálta, hogy szeretné így szögesíteni a kockát, kicsit még legyen még szabályozottabb, még rendezettebb, még több murva, még több kő. És hát kimész, és akkor azt látod, hogy így ilyen szörnyen kopárrá vált meg. Hát ugye nap mint nap ugye arra jártál a gyerekeiddel, a kutyáiddal, a kis Janika oda kimentél focizni, a tövéhez három évesen. Kb. Ilyenek is egyébként. Sok ilyen. Kimész, és azt látod, hogy az egész le van dózeróla. Na de valami értelme csak van, vagy lesz ott valami? Hát igen. Sok értelme van, igen. Hát valaki azt szeretné, hogy ott mit tudom, mert legyen egy egyenes. Aha. Legyen még több kör, legyen még több murva. Lesz felvonulás? Mindig van, októberben, nálunk ilyesmi, mostanában már. Ez egy olyan emlékmű, hova ugye oda lehet állni. Igen. Hát akkor ezért kell. Olyan különösebb történelmi elézményei ennek a dolognak nincsenek, mert nálunk a forradalomat sok minden nem történt. Aha. Ott a Lőrincen, de hát valakinek megtetszett a tér, és akkor oda megálmodták ezt az emlékművet, és akkor hát ennek következtében most így igyekszünk megfelelni. Mi, lőrincek, vagy valaki más Lőrincről az elvárásoknak. De hogy, nem lehet, hogy fűteni viszi a csávó. Ez simán előfordulhat, mert elég sok fát kitermeltek. Kitalált, hogy figyelj, itt csinálunk egy jó ilyen kis felvonulási teret, hogy lehessen pihengetni. A fát meg elviszik fűteni. A fát meg hát hazavicsük érte. Hova tegyük főnök? Hozzám az udvarra. Kész. Összevágják a kiszáradt. Lehet egyébként. És akkor ő is boldog, te hát is boldog, igen. Lehetnél. Ezt soha nem értettem, tehát hogy ha mondjuk egy emlékműtől az egyik fa mondjuk nem 5 méterre van, hanem 6 méterre, a másik oldalon meg csak 5 méter, és akkor nem annyira szabályos, meg nem annyira párhuzamosak az egyenesek, meg nem annyira vannak megfelelő távolságban egymástól, akkor miért kell rögtön kiirtani? Tehát, hogy nem fér bele. Tehát nem lehet csinálni egy ilyen kis kurflit, vagy nem lehet mondjuk valamilyen kővel így körbe keríteni ezeket a fákat, és akkor ott maradnának. És lehet, hogy ültetnek helyébe újra. Persze. Valahol más. Aha, igen, és azok is gyorsan majd cirka 40 év alatt, majd ugyanakkorára nőnek, mint ezek. Figyelj, tehát ugye ezek a fák, ezek így hozzánk tartoznak, hozzánk nőttek már így az évek során a szó átvétés valódi értelmében egyaránt, tehát hogy amikor kimegy egy lőrinci meg a környékbeli pláne, az már úgy az életünk részévé vált ez alatt a nem kevés év vagy évtized alatt. És akkor így valaki hoz egy ilyen döntést, és akkor eltávolítják, és akkor így. Mondták a munkások, mert szegényekhez elég sokan oda mennek így napközben, igen, picit hangosan, meg picit felindultam, hogy volt olyan, aki mondjuk így lefékezett a tér mellett, hogy az autóból is már üvölt beszállt, igen, ki, hogy mit csinálnak. Mit tehet az egész? Persze, ők mondják, hogy ők a munkájukat végzik, őket aztán végképp nem szabad bántani emiatt a dolog miatt. Na mindegy, hát ez van. Egy kicsit szegényebbek lettünk valamivel, de reméljük gazdagulunk valami mással. Na de kaptok majd valami szobrot, valami bronzszobrot. Nem, az már megvan. Térkövet, vagy ja, az már megvan. De szép, ahogy látom az arcodon. Gyönyörű, mi? Jó, ne alkossz véleményt, én látom. A dolog, aminek emléket állít, az nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy azzal tudunk azonosulni, és hogy azzal kell is egyébként foglalkozni, és kell is, hogy egyébként az emberek életének a része legyen.
gyakorlatilag hát mondhatni az év 365 napján, de egy napon mindenképpen, ugye október 23-án, de hogy egyébként meg így... A művészet nehéz dolog, János, nem érti mindenki ennyi, jó? Mm. Tehát az szép a szobor, jó, jó felé ennyi. Mutat, csak te nem érted, na. Na. Ennyi, jó? Ne bántsuk őket. Ez a legjobb sztori, ez amikor a munkást kiszáll valaki, szegény, és lecseszi őket. Most ugyanaz van nálunk, ugye a körútas felújítás, majd beszélünk is róla. Tegnap bringáztam a városban, és jöttem vissza, azt mondja, fél ötkor, egy teremtett lélek nem dolgozott, már fél ötkor, szépen hevertek a munkagépek össze-vissza, a sínek felszedve, egyébként nagyon jó haladnak a srácok. Ez hol van? Hungária? Ez a Hungária. Uh-huh. Vagy hát az már ugye Róbert Károly jött előttünk, az Árpád hídtól a Lehel térig tartó szakasz, cserélik most, ezért áll a város, ugye erről beszéltünk minden nap, és fél ötkor jöttem vissza bringával, már sehol senki nincsen. Még egy munkás ott valami lapátot helyére rakott, és ment volna el, na, amit kapott. Égeti a kezed, mik? Szerencsétlen. Eldőlt. Már támaszkodni se jó. Érted, reggel 8-tól 4-ig dolgoznak, vagy nem tudom, 7-től 4-ig, nem tudom, hogy van. De hát ott elég erősen megkóstolták, pedig lehet, hogy egyébként csak a másik végén dolgoztak, persze. És ott pont senki nem vagy volt. Ő volt az, aki végighajtotta az egész napot. Igen, miért nem csináljátok? Ez komoly. Igen, szegények. Melós cseszegetés, pedig mit tehet róla. És hogy állnak a felújítással? De hát felszedték, ott vagyunk, felszedték. A sineket? Azt még nem, illetve már van, ahol azt is igen, de az aszfaltot azt kiszedték közül, vagy nem tudom, ott ilyen beton van, kő van, mert ugye az új látványterv, hogy a sínek közötti zöld fű lesz, meg a sínek két oldalán nagyon jó fog kinézni, úgyhogy a bontás az már megy. Aha, az nagyon szépen. Gondolom, síncsere van, talp, ezek a talpfák, ami beton, nem tudom, miért hívják talpfának, mindegy, nyilván, mert régen abból volt, fából, azok még a helyükön vannak. Majd látjuk. Na, hát ha minden igaz, akkor 7 óra után nekünk nyilatkozik majd valaki. Gyerekek, a Vitézi. Jó az. Azt a mindenség. Jó az. Megkeresünk tegnap a BKK-t, beszéltem Julival, hogy írjon nekik, illetve hívja föl őket, aztán végül is kiderült, hogy nem nyilatkoznak. Csak írásban. Aha. Aztán egyszer csak bejelentkezett a Vitézi, hogy ő mégiscsak nyilatkozna. Mindenféle bántó szándék nélkül. Én tényleg kíváncsi vagyok, hogy mérik a dugót, vannak-e ilyen előkutatások, ha most bedugul egész Észak-Buda, akkor felfüggesztenek-e valamit, meddig tart. Hát most azért ott sok rosszat hallani. Meg tök jól csinálják, hogy nyilatkoznak, hiszen az autósok is képbe kerülnek, hogy mi vár még rájuk, meg meddig tartanak ezek a felújítások. Nem, 10-es út, ugye nehéz bejutni, hűvös völgy, onnan is nehéz most buszsáv. A Robert Károly, az visszadugul a 10-esre. Szóval, hogy izgalmas. Én tökre örülök. A Vitézi. Én örülök neki, mert ő alapvetően egyébként egy jó fej. Igen. Fiszkó, csak én azon csodálkozom, hogy ez most az ő asztala, tehát hogy ez nem egy közútkezelő, vagy ilyesmi. Nem, tehát, amikor a felújítások, nem. Hát, hát a közútkezelőnek adják ki a felújítást, de ez közlekedési, tehát ez a Vitéziék. A tömegközlekedés része az igen. Meg az egész a BKK szerintem minden. Tehát a közútkezelő az maximum már csak végrehajtja, nem? Mert hogy ez ugye nem közút? Persze. Ez nem közút, ez villamos sín. Az is például. Odáig rendben van, persze, csak na mindegy, picit komplexebb formájában jó lett volna látni ezt a dolgot. Mert majd hogy, ő elmondja meg. Ha majd elmondja, akkor jól van. És rendes, és az volt a délutáni verdikt még, hogy majd írásban válaszolna, és akkor este bekopogott hozzád, hogy... Nem hozzám. Bali. Csak szerintem eljutott hozzá, hogy keressük, és akkor mondta, hogy jó, akkor nekünk ő nyilatkozik. Na, ezt szeretem, ezt a fajta hozzáállást. Igen, ez mindenféleképpen jó. Menő. BL meccs volt tegnap? De nem, igen, nem kevés. Komolyan? Többé. Persze. Annyira kiestem most a televíziózásból, hogy csak én ritkán jutok tévé elé. Egyébként régebben néztem BL-t. Egy jó BL, ha jó, ezek most még ilyen nagyon első fordulósak, az annyira nem. A jó BL meccseket a végén felé szerettem, igen. De ez most még annyira nem kötött le. Uh-huh. Volt nagy csapat is benne, nyilván teszem fel az érdeklődőt. Hát amennyiben a Bayern az az. Azt szerintem, őről például én már hallottam, tehát szerintem ők jók. Igen. Sopronban földrengés volt, tényleg? Egyre több helyen van Magyarországon földrengés, nem? Én nem voltam tegnap Sopronban. Nem jártál arra? Nem én voltam, tisztelt bíróság. Ha a Sopronnak ezt írják, akkor volt. Hogy van az, hogy egyre többet reng a földrengés? Ez most ugye Ausztriában volt, de hogy Magyarországra is átmerészkedett. Volt útlevele vagy? Átnyúlt. Egy személyigazolvány. Ezek áthúsznak. Átjött a föld alatt? Átjött a zöld határon? Ez egy diverzáns földrengés volt. Igen, Baden közelében rengett a föld,
És hát Sopronban is lehetett érezni. Este 19 óra 17 perckor. Egy ilyen törésvonal lettünk? Mondhatni? Mint a San Francisco, meg a kaliforniai törésvonal, meg ezek? Hát nem, hát a múltkor is volt földrengés, most Sopronban is lehetett érezni. Nálunk a Török Bálint felé is volt, tudom, egy évvel ezelőtt. Hát, mi van? Mi történik? Magunkra haragítottuk a természetet valamivel. Sopronia, gondolkozzatok el, hogy mit tettetek. Ugye? Sose szeretett minket a természet. A Kárpát-medencében szerintem. Nem találtál valami információt róla, hogy kik okozzák a földrengéseket, és milyen célból? Nem lehet, egy UFO? UFO. Leszállt egy UFO. Azért van. Nem, erre nincs, erre még nem gyártottak különböző összeesküvés elméleteket. Csak szappanozzátok magatokat alaposan, hogy megszabaduljatok az alumíniumportól. Úgyhogy... Én most sokkal alaposabban egyébként. Most két matróz helyett zuhanyzok otthon. Eddig csak egy helyet volt, de most már egyébként már nem is nevezhető matróz zuhanyzás. Sokkal alaposan bedörgölöm a kis testemet. Mindenféle kemikáliát. Ja nem. Kemikáliával nem, tusfürdővel ne fürödj, ez nem jó. Tusfürdők, samponok, azok nagyon masszív kemikáliák, kőolaj alapanyagból készülnek, tehát ez nem annyira szerencsés azzal fürdeni. Azok, akik ezt az alumíniumos cuccot kitalálták, hogy ezzel megszorítják. Nem akartam annyira belemenni, de örülök, hogy kérdezik. Hogy meghalljanak. Csak egy kérdés, és csak röviden válaszolj, aztán menjünk is tovább. Tehát, tudom, már most tudom, mit akarsz kérdezni. Ha eltalálom most, hogy mit akarsz kérdezni? Akkor nem tudom, kapsz Janitól egy puszit. Igen? Azt akarod kérdezni, hogy ha ők olyan magasba szórnak, nem tudják irányítani, és akkor ez rájuk is. Mert mindenkire megy. Ezt akartam? Hát az egész föld be van terítve. Hát az esernyősök, Feri. Az esernyősök. Azok, már legalább esőnél. Tudod. Hogy miért van? Tudod? Eddig azt hittem, hogy a nap ellen. Olyan felkészült vagyok, hogy nem kérdezed meg, és már tudom. Tehát meg tudtam volna válaszolni úgy, hogy meg se kell kérdezni. Csak azt mondja, hogy Bali, a következő kérdés. Jó kérdés, Feri. Nagyon jó a kérdés. Jó vagy, igen, a válasz. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy az ő küldetéstudatuk, és az ő hitük abban, hogy majd ők megmentik a Földet, és Isten játszanak, az erősebb annál, mint hogy ez az alumínium az ő fejükre is hullik. És azt mondják, hogy mi 6-an, 8-an, akik ezt kitaláltok, megváltók vagyunk, megmentünk titeket, hiszünk a permetezésben, és ha elhisszük, ez jó. És azt gondoljuk, hogy ezzel segítünk, akkor nem férünk azt rápermetezni a saját fejünkre is. Menő. Érted? Uh-huh. Szóval, hogy... Itt ez az ideológia szerintem. Hogy ő azért permetezi, mert agymosott, és azt hiszi, hogy ezzel megmenti az emberiséget. Ez rá is hullik, az őt nem érdekli. De ebben van most olyan, és az összeesküvés elméletben, hogy ki akarják pusztítani a felét. Én sosem mentem ilyen messzire. Én nem állítottam ilyeneket. Meg egy-két példát csak mondtam, hogy ki mi állhat a háttérben, de az egész megszólás arról szólt, hogy nem, én sem tudom. De például Svédországban, egy hét ezelőtt, ezt majd átküldöm a Pistának, mint bizonyíték. Parlamenti felszólalás volt megint. Menő. A Chemtrailről. Ott is vannak hülyék. Persze, hát itt nálunk is vannak azért olyan parlamenti megszólalások, amit át lehetne küldeni egy-két helyet. Nem tudom, valahol is svédekben jobban bízom. Nem tudsz értelmezni. Egyébként a svédek tényleg megbízhatóak ebből a szempontból. István erőteljesen érdeklődik a téma iránt? István folyamatosan érdeklődik a téma iránt, igen, állandóan. Azt mondja, hogy küldjek neki forrást és bizonyítékot, de most egy picit cicázom vele, most nem válaszoltam neki. Most egy pár napig hagyom észre a gondolatokat, hallgassa csak meg újra és újra, megszólásom, akkor már nagyon nem bírja. Majd akkor kap valami kis morzsát. Egy mindent hívő bizonyíték. Igen, valami kis apróságot meg. István olyan, mint egy vércse, aki köröz a szántóföld felett, és arra vár, hogy ott feltűnjön valami kis rágcsáló. Mert számára ezek a rágcsálók, ezek a különböző ilyen kis ezotérikus, témák, meg összeesküvés mellettek, és ahogy meglátja, abban a pillanatban lecsap rá. És megpróbálja ízekre szedni. Igen, a vágóról van szó valaki. Így van, a vágó István megragad minden lehetőséget, hogy ringbe szálljon. Elsősorban egyébként veled. Igen. Szerintem ő mindenkivel, aki kicsit mást képvisel. Nem? Hát aki nem azt a nézetet, igen, mint ő, persze. Mondja, mint igen, de a legelszámoltabbak, ő a legnagyobb vadra megy rá, nem ilyen, hogy hívják okra, érted? Nem a hetes buszon a forgóban egymással vitatkozókkal. Az ilyen típusú ember az a baj, hogy átküldöm neki a forrást, és azt mondom, hogy mit tudom, 2011, nem tudom, New Yorkban volt ez a kongresszus, ott volt David Keith, a Calgary Egyetem professzora, és ezt is ezt mondta. Akkor visszaírj, hogy ott voltál? Ennyi. Akkor visszaírom neki, hogy ott voltam. Te hallottad? Én hallottam. A saját füleddel hallottad? A saját fülemmel hallottam.
Biztos, hogy őt hallotta? Érted? Tehát, hogy, tehát ez egy ilyen meddővita. Melyik egyetem? Mióta? Biztos, hogy professzor? Voltál már a Calgary Egyetemen? Nem, még nem voltam. Akkor tudod biztosra, hogy létezik a Calgary Egyetem? Nem, nem tudom, hogy biztosra létezik. Hiszen még sosem jártam ott, és csak az létezik, ahol jártunk, amit hallottunk, amit megfogunk. Tehát, hogy nehéz, nehéz. Szerintem egyébként például ez a kínai nagyfal, én még azt nem nagyon láttam, és somot olvastam róla, hogy szerintem ez a kínai nagyfal az, hát erőtésen a kacsa kategória, nem? Én még nem láttam, csak képeket róla, meg az internet. Hát nem voltam ott, nem érintettem meg. Na, hát ez ugyanolyan. Nem gyalogoltam végig mellette. De most egyébként meg kivel vagy? Tehát álljunk már meg egy pillanatra, mert sodródsz át a főnök mellé, nem tudom, észrevetted-e. Nem. Én erőteljesen gyanakszom mindig, amikor elkezd ilyen témákról beszélni, és én a szkeptikusságot képviselem ezekkel a témákkal kapcsolatban, ez egyértelmű. Viszont a másik oldalnak az érvelése is azért, itt ott azért billeg, tehát hogy ez az autó, te láttad, beszéltél vele? Ha ismersz valakit, aki ismeri azt, aki ismert valakit, aki megszólalt ott, tehát hogy ezek, ezzel mit kezdesz? Hát mit, bizonyítsd be, és akkor megértem, amit mondasz. Hát most csak úgy egy légből kapott név a Calgary Egyetemről. Van egyáltalán Calgaryban egyetem? Há, na ez az. Ugye? Van egyáltalán ilyen település, hogy Calgary? Jártál már, mert ott volt valami téli olimpia is, igen. Jártál már, Balázs, még nem. Akkor tudod, hogy van? Ja, hát akkor nem. Na mindegy, nem könnyű. De mire meg küldök neki forrást, aztán megnézzük, mit kezd vele. Nem? Feldolgozza, nyilván. Valamit csinál vele. Hogy állunk játékkal? Hát, szarul. 2-1 nekik. Ők nekik, akik a másik oldalon állnak. 2-1? Igen. Tegnap Feri vérzettel, hétfőn a személy. Hát te véreztél el egyszer, aztán megnyertél egy harcot egyszer, és kiszálltál a győzelmi. Igen, kiszálltál a győzelmi sorozatból, jöttem én, aki parádésan az első mondatában nyomott egy nemet, átadva ezzel a győzelmet a hallgatónak. Ajjaj. És a tegnap azt ígérted, hogy ma harcba száll. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy néztem mint a tyúkanyó a kis csetlés botlást, hogy elindultak így a baromfi udvarban, egy kicsit elestek, itt teregetlek benneteket, de most meg kell, hogy érkezzek egy kicsit, mert most hozd vissza a reményt. Úgy érzem, hogy a kis csibéki most így kicsit így nem találják, hogy merre van a kacsaúsztató. Jöjjön a New Hope. Valami a negyedik epizód. Valami tenni kell. Hozd vissza a reményt. Luke. Nem állunk túl jól. Lehet jelentkezni játékra, jó, SMS számunkat mindenki tudja, 6:30 van pontosan, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kérünk egy gyors helyzetjelentést, hogy hol túrják a villamost, hol csinálnak buszsávot, mi a helyzet Budapesten belül, jó, hogy akkor ezeket meg tudjuk majd kérdezni. A BKK-tól, hogy mi a helyzet jelen pillanatban, meddig tartanak ezek a felújítások, hogy s miképpen zajlanak, jó? Az egyes villamosról tudunk, ugye? Így van. Az biztos. Buszsávot csináltak a Hüvösvölgyi úton. Igen. Az is jöhet SMS-ben, hogy pontosan hol. Bejáratot. Igen, ott egy picit most nehezebb bejutni. És a 60 akárhányos villamos is újítják ott szerintem pont Hüvösföldnél, nem? Hidegkút Hüvösföld. Igen, ezt tegnap valaki írta. Jó, ezeket küldjetek már el nekünk SMS-ben, hogy ki hol lát, milyen villamos felújítás, buszsáv festést és útfelújítást, leginkább a villamosokat és a buszokat. Jó, hogy ezeket meg tudjuk kérdezni, kíváncsi vagyok, hogy ez meddig tart. Na, 2-0, nem, a 2-0 nem lett, 2-1. Jelen pillanatban a hallgatóknak, és itt egy újabb játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Dani, itt vagy? Dani! Reggelt. Most még beszélhetsz. Hello, Dani, jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Dani, honnan hívsz minket, Dani? Budapestről. Munkában már? Már munkában, persze. Merre korán dolgozol? Kell? Egy nyomdában. Egy nyomdában dolgozol? Nyomdában dolgozol. Helyileg? Csak körülbelül, hogy nehéz-e oda bejutni, vagy nem? Hát, itt a 22. kerületben. 22, tehát az nagy tétény. Yeah. Így van. Budatétény, nagy tétény. Oké. Okay. Okay. Dani, kivel szeretné játszani? Hát természetesen veled. Hát,
bárkit választhatsz, hát ez nem olyan természetes. Hát, mindenki játszhat többször, vagy akár egyszer, vagy egyszer se a héten. Hát te úgy felszívtad magad, gondoltam, hogy akkor nem maradjon benned ez az érzés, nehogy rosszakat álmodjál. Barokkos túlzás azért érzi ebben a formában. Na jó, nézzük akkor, hogy de ne legyél passzív. Igyekszem. Jó. Na, Jani? Hát, ha így, akkor így. 3, 2, 1, fire! Dani! Balázs! Szeretnél kérdezni? Nem, képzeld el, tegnap voltam fejt. Hát akkor hopszi. Itt a vége, fuss el, véle. Ennyi, látod, egy kérdés és véged van. Már kicsit adok le. Mondj most még egyszer. Aha. Dani. Na most mit mondjunk erre? Van ez így. Dani. Pedig a lendületed megvolt. Az meg. Csak az meg volt. Témám is volt, készültem. Az ellenkező irányba rohomoztál, mint amerek kellett volna. Igen. Ez picit hamarabb jött, mint ahogy arra számítottunk. Hát, Danika. Na mindegy, szóval köszönjük. Azt mondta, de beszélgessünk. Azt mondta, tipográfus van. Dani, köszi, ciao. Szia. Köszi, hello. Ez neked Sácok. Sokba került, hogy az Anna őt hű, aki az elsőre belöki a nevet. Gyerekek, magabiztosan újságolvasással mulattam az időt a hírek alatt a díványon. Semmiféle instrukciót nem kapott Anna, hogy kit hívjon. Abszolút rábíztam. Ügyes vagy, Anna, ügyes vagy. Éreztem, hogy kellek, éreztem, hogy bajban vagytok, jöttem, érkeztem. Gyönyörű volt. Csipegettek itt a héten, aztán ha nagyon nem figyelek oda, akkor kikapunk, úgyhogy érkeznem kellett. 2-2, holnap még van egy játékod. Énekek, ha ilyen erőszakosak vagytok, hát jövök, teszem a dolgom, ezért vagyok, erre születtem. Hát, ha ez a heti formád, akkor miért menjünk a lehetőség mellett? Mi van most, 2-2? Uh-huh. Na jó, hát ez még akkor holnap egy nagy harcot ígér. Nézek egy út holnapra. Valami, igen, 4 éven alul itt. Lehet, de egyben csajok ritka játszanak, lehet bárki, de játszhat, ha nincs meg a Feri, és nem baj. Csak nyerj. A jövő héten. Ja, a jövő héten, igen. Na, szóval, hogy hol van dugó a fővárosban, leginkább ez érdekel most minket, hol újítanak villamost, hol csinálnak buszsávot, mi van a Hidegkúti úton, mi van az 1-es villamos vonalán, mi van a 60, akárhányas villamos vonalán. Ezeket szeretnénk tudni, mert hogy felhívjuk majd a mi drága Vitézi Daninkat. Na nem. Vitézi Dávidunkat, igen, de a szegényt ledanizom. És... Hallgat arra is. Ne, aranyos, hogy nyilatkozik egyébként. És megkérdezzük tőle ezeket, hogy hogy miért van ekkora dugó, mi várható. És mire számíthatnak az autósok. Na. Rohadt chemtrail. Az alumínium. A rohadt alumínium. Szemetek mérgeztek minket. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk is. 7 óra múlt 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. SMS számunk van, változatlan, él, működik, 06 745 00 00. És hát igen, tele vagyunk közlekedési hírekkel. Nyilván mindenki érzi a saját bőrén, hogy most egy kicsit a fővárosban nehezebb a haladás, nehezebb bejutni, nehezebb kijutni. Rögtön utána járunk, hogy meddig tart, hogy hangolják ezt össze, mi várható egyáltalán, és mi történik jelen pillanatban. Persze nem elfelejtve országos szinten a többi hallgatónkról, de hát ők most jobb, ha nem tudják, hogy mi van itt, és örülnek annak, hogy esetleg egy kisebb városban laknak, és ott nyugodtabban lehet közlekedni. Ha, és amennyiben ez így van. Ne gyertek Budapest. Most ne. Kerüljétek most a főváros, közlekedni se lehet, meg a Vidán Park is bezárt. Igen. Itt van velünk Tomi. Hello, Tomi, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello, Tomi, merre vagy éppen? Hát én most éppen a Komjádi úszodánál tartok. Na. A fiamat itt a iskolába. Megyünk az Árpád színibe. Oké, de hogy mit láttál? Annyi van, hogy Esterzsébeten lakunk igazából, és ott az 52-es villamos pályája, a Jókai út teljes egészében le van zárva. Villamos sincserét végeznek már egy hete, egyirányosítva vannak az utcák, behajtani tilos mindenfelé, úgyhogy teljes a káosz. Igen, ez ugye, ahogy mondod, az 52-es, ugye? Ez Pest Erzsébet és a határút között jár, ha jól tudom. Igen. Oké, hát köszönjük, hogy elmondtad, ez most abszolút jellemző, mindenhol munkálatok zajlanak. Igen. Köszi, igen. Jó utat nektek. Sziasztok, jó munkát. Hello. A kollégáim nagyképűnek tartanak, mert észre se szoktam menni a dugókat, motorra járok, írja Sanyi. Ja. Igen.
Azt azért ne felejtsétek el, hogy az autósok rosszul jártak a Hungárián, viszont a tömegközlekedők jó, lapótlóbuszok gyorsabban és sűrűbben járnak, mint a villamos, írja valaki. Ez is így van, hogy ott viszont sokan mondják, hogy most jobb lehet haladni. Igen. Balázs, te ittas vagy, azt se tudod, mit beszélsz. No. Végre az igazság, megitta. Ez az. Igen. Október végén, november elején indul majd a hármas villamos felújítása. Körücsi Soma Sándor út lesz majd lezárva, ezt Csabi küldte nekünk. 61-es villamos potlóknak buszsáv lett a Hűvösvölgyi úton. Ez visszadugul Solymárig és Nagykovácsig. A 164-es, 154-es és a 64-es buszok állnak a dugóba. Kaptuk egy hallgatótól. Köszönjük szépen. Hegyalja út torlódik a Baks csomóponttól. És Hidegkút felé a Solymári Eráktól, Solymár Anna Kápolna után lefelé áll a sor. Solymárig, a Hidegkúti úttól Solymárig visszadugul. Tehát az embertelen. Ugye ott, ha jól tudom, a 61-es villamos vonalát újítják, ott van az a nagy híd, és az egy megálló, és ott magát a hidat kell ugye, megcsinálni. Picit megcsúszott a szerkezete. Ha már híd, az előbb a felsorolásban nem is vettük bele az Erzsébet hidat. Az Erzsébet híd, pedig így van. Hát ott is ugye a pesti oldalon, a pesti hídfőnél van egy nagyon komoly felújítási szakasz, és amiatt áll például a Baks csomópont is. Igen, tulajdonképpen erről már ugye beszéltünk tegnap, hogy mi lehet az oka, és... Az ember próbálja megfejteni, persze nyilván választások jönnek, ilyenkor azért egy kicsit felbojdulnak az építkezések, egy csomó mindent rendbehoznak, ezt függetlenül attól, hogy most melyik párt kormányoz éppen, ez mindig így volt az elmúlt 20 évben. Tehát ez egy megszokott dolog, ez egyébként más országban is így van. Csak hogy valahogy az ember azt érzi, hogy egy csomó ideig nem történik semmi, vagy kisebb munkálatok, nem? És aztán egyszer csak egyik pillanatról a másikra darabokra esik a város. Tehát most tulajdonképpen, én nem tudom, jártatok-e például tegnap a városban délután, egyszerűen lehetetlen közlekedni. De mindenhol, tehát a hidak, a rakpartok, Buda, Pest, minden be van dugulva. És az ember azon gondolkozik, hogy nyilván ezeket a munkálatokat meg kell csinálni, és erre szükség van, szebbek leszünk tőle, jó lesz, ez senki nem vitatja, tehát hogy itt nincs az a döntés, hogy minek kellenek ezek. Szerintem, aki ezt mondja, az butaságot ezek mond, mert mind a fővárosok érdekében történnek ezek a beruházások. Tehát, hogy ez így van, az is igaz, hogy sok minden maradt el az elmúlt években, van mit behozni, ebben az országban még sokáig lesz mit behozni, tehát ez is igaz. Csak most meg annyira soknak tűnik, és a sok dugó miatt talán szervezetlennek, hogy joggal teszik föl az utasok, a buszon utazók, az autósok a kérdéseket, hogy most akkor miért egyszerre? Tehát hogy lehet, hogy Budán egyszerre több villamos vonalat, hogy lebénul Észak-Buda, és nem lehet bejutni ugye egészen Esztergomtól, Solymáron keresztül, Hidegkúton keresztül. Szóval azért ezek nagy csorderejű döntések, és azok az emberek, akik dugóban ülnek, nyilván válaszokat akarnak. Leginkább, hogy meddig tart, meg hogy miért egyszerre. Akkor miért ősszel? Hát nyáron is történnek dolgok, de nyáron nem volt ekkora dugó. Nyilván kevesebb autó is van a fővárosban, mert hogy mindenki ugye nyaral, mert hát kimutathatóan effektíve kevesebben vagyunk. De hogy valahogy elindult az ősz, és akkor robbant egyszer csak ez a dolog, és akkor esett minden a darabjaira, nem? Hát szerintem olyan nincsen, hogy most miért ősszel, miért nyáron, miért télen. Mindig az emberek mindig ezt mondják. Tehát, hogy bármikor történnek ezek, szerintem itt a volumennel van alapvetően gond. Tehát, hogy egyszerre nagyon sok helyen, és így hirtelen mindenki érzi. Nem csak az van, hogy akkor érezzük, mondjuk érzik a kispestiek, mert hogy egyébként most ott az Ali Endrét újítják föl, egyelőre csak az egyik sávot, ami befeli a belváros felé, utána később pedig majd a másikat is meg fogják csinálni. Ez állítólag december elején be fog fejeződni. Az egy nagyon nagy volumen beruházást, tehát gyakorlatilag minden persze, hát ez egy katasztrófa volt, de hogy csak hogy most mindenhol ezt tapasztalod. Most mi van tényleg, hogyha valaki mondjuk jön be Kispestről, egyébként az Adi Endrék közlekedik végig, eljön a Népligetig, és amúgy pedig a Hungárián szokott kimenni mondjuk Budára. Ez most igen, ez most mindenkire vonatkozik, szóval, hogy itt most ha Budán laksz, ha Pesten laksz, ez... És arra még azt is tudod mondani, hogy oké, mert ott van egy, meg ott van egy, de például az a kör, akiket Balázs említett most, mert tegnap is, meg ma is ez a Solymári rész, igen. Hogy onnan tényleg nem tudsz bejönni. De sem erre, mert a 10-es az ugye a híd miatt, meg a körútas felújítás miatt, a másik irányba nem tudsz jönni, mert ott is buszsáv van, tehát hogy ebben ez az érdekes, hogy ott talán egy kicsit lehetett volna gondolkozni jobban azon, hogy ezeket nem egyszerre,
De hát csak van egy ember ott, aki tud ilyen, hogy környezet, vagy mi az, hogy hívják ez közlekedés tervezés? Bizt, persze, hát ezeket fogjuk mindjárt megkérdezni a vitézitől, hogy nyilván ezeket előre azért valamennyire kutatják meg, hát az átmenő forgalmat, mennyi autósra vonatkozik ez az agglomerációból, ez hány autóst érint, hát ugyan előszámításokat azért nyilván kell végezni, nem? Igen, amikor az ember ilyen volumenű munkálatoknak áll neki. Meg ez a technikai rész, ez nagyon érdekel tényleg, hogy milyen szempontokat visznek figyelembe akkor, amikor mondjuk egy utat lezárnak, akkor nyilván kalkulálniuk kell azzal, hogy kell valamilyen elkerülő útvonal, illetve mi lesz akkor, hogyha mondjuk átterülődik egy másik utszakaszra és adott esetben az is teljesen járhatatlanná válik, meg használhatatlanná, akkor mi a második opció, tehát hogy így ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat lehet. Igen. Na mindjárt megkérdezzük ezeket. Itt van velünk Vitézi Dávid. Hello, Dávid, jó reggelt kívánunk neked. Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hello. Na, hát hallgattad már, hogy itt miről beszéltünk, ugye? Tulajdonképpen. Sejtem, de csak az elmúlt 10 másodpercet hallottam. Uh-huh. Az elmúlt 10 másodpercet hallottad. De a sóhajodból már éreztük, hogy ezen a héten már 10-et. Már ti is ezt kérdezitek. Na, hát ugye, ami legelőször fontos, hogy az autósoknak, nekünk, akik itt laknak, úgy tűnik, hogy az egész most hirtelen egyszerre indul. Az egész város járhatatlan, tulajdonképpen délután közlekedni szinte lehetetlen, Buda megbénul. Itt a reggeli SMS-ekből látjuk, hogy Solymár Hidegkút lehetetlen bejutni. Igen. Hogy miért egyszerre? Hogy nincs ebben egyfajta fokozatosság? Vagy nem lehet fokozatosabban nekiállni felújításoknak? Van benne fokozatosság. Egész nyáron, minden egyes napján a nyári iskola szünetnek legalább 5 helyen végeztünk munkákat a városban, és ha már akkor végeztünk volna több helyen, akkor nyáron még annál is jobban lebénult volna a forgalom Budapesten, mint amennyire egyébként így is voltak fennakadások. Azt kell látni, hogy egy év alatt kell elvégeznünk 3-4 év munkáját idén, és egyébként ez így lesz jövőre is, bár nem rossz híreket szeretnék mondani, de tényleg ez a helyzet. Ez valahol persze pozitívum, hiszen olyan felújítások megtörténnek, amiknek réges-régen meg kellett volna történnie. Azt hiszem, miért nem történtek meg korábban, arra nyilván azt a kérdést föl lehet tenni, arra én nem tudok válaszolni. Egy biztos, hogy csupa olyan munkát végzünk, amelyeket épésszel halasztani sajnos nem lehet. Az egyes villamos felújítása 1984-ben épült, olyan állapotban van, hogy nem lehet halasztani. Most a 61-es villamos vonalán egy olyan hídat újítunk föl. Ez a nagy híd, ugye? A nagy híd, így van, aminek a hídvizsgálata 2002-ben volt meg, hogy meg kell csinálni, nem csinálták meg. Mostanra ez halaszthatatlanná vált, és egész nyáron, ha visszaemlékeztek, egyszerre volt 5 helyen nagy villamos felújítás, mondjuk egész augusztusban, a Nagy Körúton, a Petőfi térségében, Krisztina Körúton, Böszörményi úton, Fehérvári úton, akkor már ezek mellé pluszba ez már nem fér be, 5-ként buszunk se lett volna elég pótolni a villamosokat. Tehát összehangoljuk ezeket a munkákat, de nyilván egy-egy ilyen lezárás önmagában olyan hatású, hogy minden olyan munka, ami becsúszik az iskola időbe, és annyi mindent kellett idén elvégeznünk, hogy mindenképpen lett olyan, ami becsúszik, arra már joggal tehető fel a kérdés, hogy miért nem csináltuk meg nyáron. Én értem, csak azt mondod, hogy idén. Tehát, hogy nincsenek azért egy városvezetési ütemterve, hogy idén ezt, jövőre ezt, egy évvel ezelőtt ezt. Tehát ugye most azt mondod, hogy egy év alatt kell minden. Tehát miért kell egy év alatt minden? Hát egyértelműen van ilyen ütemterve. A probléma ott van, hogy egy olyan beruházást, mondjuk az egyes villamos felújítása, azt eljuttatni az ötlettől, vagy a szükségességétől, hogy fölmerül, odáig, hogy meg is lehet csinálni, az körülbelül 2,5-3 év, mire megtervezik, építési engedélyt kap, közbeszerzés. Most nem is akarlak titeket ezzel mutatni, de hát ez egy ilyen procedúra minden egyes beruházásnál, és egyébként sokszor ezt arra fogjuk, hogy Magyarország, meg Budapesten ilyen nehézkések a folyamatok, ez így van Nyugat-Európában is egyébként pontosan egy ideig tart. Németországban vagy Svájcban is egy ilyen beruházást tudok készíteni. És ilyenkor azt például, nem lehet összehangolni, hogyha mondjuk a Vörösvári út, Solymár, Hidegkútról nagyon nehéz bejutni, akkor az azzal párhuzamosan menő vonatok, ami mondjuk jön Esztergomból, ugye most állítólagosan ott is felújítások vannak, hogy akkor legalább átterelni oda az embereket, tehát hogyha azon gondolkozik az ember, hogyha elveszik tőlük az alternatív bejutást, és mondjuk átszállnának vonatra, de éppen azt is újítják, jönnének villamossal, de közben ott ugye buszpotló megy, buszsáv van, tehát hogy keresem az észszerűséget, de hogy sokszor nehéz megtalálni a döntések mögön. Igen, tehát az a vége az előző gondolatmenetnek, és akkor mindjárt oda jutok, hogy ezt is megválaszoljam, hogy egész egyszerűen 2011-ben, amikor az adott évi feladatot el kellett volna végeznünk, meg 2012-ben, amikor viszonylag kevés munka, voltak felújítási munkák Budapesten, de kevesebb,
Nak az volt az oka, hogy egyszerűen nem voltak kész tervek, amikor BKK létrejött 2010 őszén, és most itt nem politizálni szeretnék, ezek szakmai tények, akkor egyszerűen nem álltak rendelkezésre az adott évre eső munkáknak a tervei, nem voltak kivitelezők, akkor el kellett kezdeni annyi mindent előkészíteni, hogy bizony ezekre az évekre most több év munkája jut az elmaradt előkészítések miatt, és ez egyébként igaz a vasútfejlesztésre is, amit ugye nem mi csinálunk, hanem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, de ott is arról van szó, hogy az Európai Unió ugye 7 évre adja oda a pénzt, hogy ezeket a fejlesztéseket el lehessen végezni, 2007-2013 között, és bizony 2007 és 2010 között nem lett elvégezve az a munka, amit el kellett volna végezni, és ezért mind a vasútfejlesztésben, mind a közlekedésfejlesztésben most kell ezeket elvégeznünk, különben elvesztjük ezeket az uniós pénzeket. Igen, persze, ezeket is akartam kérdezni, a lehívásokat nyilván, hogy szükség van lehívásokra, mert egyébként elveszítjük, igen, persze. Igen. Tehát, ha nem csináljuk, ugye az egyes villamos felújítása, még egy kérdésnek hagyd menjek el, hogy miért nem nyáron csináljuk az egyes villamos felújítását. Csináljuk azt nyáron is. Az egyes villamos felújítása ugye most kezdődött, de több mint egy éven át tart. Tehát bármikor kezdjük, mindenképp lesz benne egy nyár. Így is lesz benne, így jövő nyár lesz benne. Viszont ha nem kezdjük el most, akkor nem lehet befejezni 2015-ig, és elvesztjük a teljes uniós támogatást, ez egy 43 milliárd forintos munka, sőt az új villamosokkal együtt 80 milliárd forintos. Ugyanígy, egyébként ugyanez igaz az esztergomi vasútfejlesztésére is. Nyilván próbáljuk azt megoldani, hogy a pótlóbuszokkal amennyire csak lehet kiváltsuk az villamost, a pótlóbuszokat ahol lehet buszsával előnyben részesítsük. Az Árpád hídon például nyilván nincs buszsáv, hiszen ott ez az autóforgalomnak egy olyan problémát okozna, amit nem lehet kezelni. De ezzel együtt pontosan látjuk, hogy milyen kellemetlenségekkel jár ez a munka, ezért mindenkinek az elnézését és a megértését kérjük, és azon dolgozunk minden egyes napon ezen a héten is, hogy hogy lehet ezt enyhíteni, hogy lehet a lámpákat úgy hangolni, az útvonalakat úgy még finom hangolni, hogy ezek a dugók csökkenjenek. Az első napok mindig a legnehezebbek, mert az emberek keresik az új útvonalakat, és a legváratlanabb helyeken tud. Igen, pont ezt akartam kérdezni, nagyon sokszor tapasztalja azt az ember teljesen megmagyarázhatatlanul, hogy van egy zöld jelzés, az tart egy percig, kapunk egy pirosat, és egy átmenő keresztutcából egyébként 3 percen keresztül nem történik semmi. Majd megint zöldre vált a lámpa, ami tart 1/2 percig, majd megint piros 4 percig, és keresztben nem megy senki. Tehát, hogy ezek összehangolásával, kicsit dinamikusabb átalakításával nem lehetne segíteni az autósokat? Hát ilyen lámpákkal azért nagyon sok helyen találkoznak autósok, SMS-eket kapunk, mi is tapasztaljuk, hogy ezekkel azért nagyokat lehetne lökni a forgalmon, nem? Hogy jobban haladjon. Én messze nem állítom, hogy a rendszer tökéletes. A főpolgármester is azt kéri tőlünk, és kéri rajtam számon egyébként, hogy ezen javítsunk, és ezen nagyon nagy erőkkel dolgozunk. Számos helyen egyébként Bécsi úton, Ülői úton a lámpahangolásokat átalakítottuk. Ezek is nyilván, ez a mi bajunk, de ezek nem egy perces folyamatok. Annyiban azért az előbb általad mondottat hagyj magyarázzam meg, hogy van azért olyan hely, ahol azért van egy konkrét pontra áthelyezve a szűk keresztmetszet, mert lehet, hogy ott tényleg csak 1 percet mutat zöldet a lámpa, és vagy mit tudom én, ha 40 másodpercet, és mutathatna többet is, de 2 kilométerrel arrébb ott lesz egy szűk keresztmetszet, ahol amúgy is összeszűkül az út, egy nagyon fontos keresztező csomópont van, amúgy se tudna több autó átmenni, de mondjuk ott már olyan szűk az út, hogy nincs mellette buszsáv. Míg 2 sarokkal előrébb, ahol úgy tűnik mindenkinek, mint hogy tök feleslegesen állnának az autók, ott van annyi hely, szélesebb az út, hogy van mellette buszsáv, és ez nem zavarod senkit. Tehát a tömegközlekedés ott előre tud menni, és az autós valójában ugyanannyi idő alatt ér végig, mert mindegy, hogy az a szűk keresztmetszet az éppen most 2 sarokkal előbb vagy később van, de a tömegközlekedést annyira nem zavarja. Nyilván pszichikailag viszont, aki ott áll, és azt látja, hogy nincs keresztező forgalom, azt hiszi, hogy feleslegesen állott, miközben amennyi autó azon a csomóponton végül átmegy, annál több úgyse tudna átmenni 2 sarokkal később. Tehát azért van egy ilyen logika is sok helyen. Ilyen rendőri segítséget például nem lehet igénybe venni azokon a kereszteződésekben, azokon a csomópontoknál, ahol mondjuk lezudul a forgalom, a Hegyalja út, vagy most ott Hüvölcsföld, Hidegkút, ahol lehetne flottabbul terelni a forgalmat, hogy ilyenkor legalább beálljanak, és mondjuk reggel este egy kicsit ezen gyorsítsák. Tehát van, aki ezt észben tartja, követi, kirendeli, oda küld rendőröket, mert például ilyet nem nagyon látni. Ezt kezdeményeztük, a főpolgármester egyeztetett a rendőrséggel, és éppen tegnap délután adta ki a BRFK közleményt. Na, mit mondtam?
csomó pontban megjelenik a rendőrirányítás a mai naptól. Én tudom, hogy ez el is kezdődött. Kicsit úgy tűnik, mint a direkt alát kérdeznénk. Tehát most már ez olyan, mintha... Kicsit olyan vagyok már, mint az Obersovszki az M1-en gyerekek, úgyhogy... Ha már a gyorsításról beszélünk, én tegnap jöttem a keresztül itt az egyes villamos felújításánál, este 5 órakor, és ott többen hangot adtak azon panaszuknak, hogy miért nem folyik a munka este 5-kor. Én elmeséltem reggel, azt is elmondtam, hogy lehet, hogy a másik végén dolgoztak, mi ott pont nem láttuk, hogy nem lehet, nyilván ennek munkaügyi, meg pénzügyi vonzata is van ennek a dolognak, hogy nem lehet kitolni ilyenkor a munkaidőt, hogy mondjuk még 4 órára délután 4-től este 8-ig berendelni egy B-brigádot, és akkor ezzel meggyorsítani a dolgot. Mert hiszen a pénzt azt ugyanannyit fogsz rá elkölteni, ugye, ha 2 évig csinálsz valamit, mint hogyha éjjel-nappal csinálod, és 1 év alatt kész van. Hogy ezt nem lehet megoldani, hogy egy ilyen hosszított műszakban már nem nyilván ugyanazok az emberek, hanem azt mondani, hogy van egy B csapat, gyerekek, ti jöttök 2-re, este 10-ig dolgoztok. Ugye egy nagy kivitelező cég, sőt egy kivitelező konzorcium csinálja ezeket a munkákat, nem a mi közvetlen kollégáink, de abszolút egyetértek, ezt el kell érni. Itt két feladat van, az egyik, hogy minden lehetséges időben, amikor csak lehet, menjen a munka, ezt ellenőrizzük folyamatosan, és számon kérjük a kivitelezőn. Ma délután is lesz a kivitelező vezérigazgatójával pont ebben a témában egy megbeszélésem. A másik pedig, hogy a lehető legkevesebb területet foglalja el. Tehát csak akkor is csak annyit helyet zárjon le munkaterületként, ahol tényleg érdemi munka folyik. Most az, hogy valahol éppen nem folyik munka, amikor valaki arra jár, az nem azt jelenti persze, hogy ott nem történik semmi. Az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél átéltem egy héten át, hogy minden héten megkaptam, hogy miért nem csinálunk semmit, le van zárva ott a hídfő, miközben éppen akkor kötött a beton. Tehát nyilván vannak olyan technológiai idők, amikor nincs érdemi munkavégzés, de a lezárás az szükséges. Ugyanakkor azért van a kivitelezőkben arra hajlam, mondjuk így, hogy feleslegesen lefoglaljanak munkaterületeket, vagy ne abban a tempóban dolgozzanak. Itt ezt nem fogjuk megengedni egyik ilyen kiemelt projektnél se. Naponta ellenőrzik ezt a kollégáim. Az oké, de éjszakai munka most akkor visszatér a Feri kérdésre, nem lehetséges? Még ha akár egy kicsit többbe kerül, viszont rövidebb idő alatt végeznénk el a munkát? Az Árpád hídon például ennek semmi akadálya nincs. Ha nagyon közel vannak lakóházak, ez nem megy, de mondjuk például az Árpád hídon ennek semmi akadálya nincs, ezt megengedjük a kivitelezőnek, és számon is kérjük rajta, hogyha nem történik. Én most azt a környéket nem ismerem, amit írnak a hallgatók, de nagyon sokan kérdezik, lehet benne valami, hogy a Hűvösvölgyi mentesítésére a Völgy utcát nem lehet-e megnyitni, mert több tucat SMS jött, hogy nyilván ők ezt jobban tudják, hogy lehet, hogy van ott valami párhuzamos utca, ez csak mint egy felvetés, hát ha segítség, hogy nem azért tudom. Azért nem lehet megnyitni, mert ugyan a Völgy utca takarásban van, és aki a Hűvösvölgyi utca áll a dugóba, az nem látja, de éppen a Völgy utcában végzünk pályafelújítást, és a felújítást végző munkagépek elfoglalják ott a helyet. Tehát mi is vizsgáltuk, ismerjük a problémát, nem tudjuk megnyitni a Völgy utcát. Hűvösvölgy sajnos nagyon nehéz októberbe esett, és október elé néz, hiszen alapvetően nem az okozza egyébként a problémát, hogy a 61-es vonalán a Nagy hídnál meg a Völgy utcában felújítás van, hanem az, hogy a Bécsi útról, a 10-es útról egész pontosan a Solymáron át a Szél-Kálmán térre sokan próbálják elkerülni az Árpád hídi lezárást, és emiatt olyan terhelést kap Solymáron át a második kerület és ott Budapest, hogy azt egyszerűen nem bírja kezelni. Itt mi arra számítunk, ezt tudom, hogy nem egy aktív megoldás, de erre számítunk, hogy azért ez egy picit vissza fog rendeződni. Tehát ami, és ezt látjuk már, tehát napról napra azért 3-4 percet kisebb a dugó. Nyilván az emberek egy után rájönnek, hogy... Hát minden nap annyian lesznek öngyilkosok. Hát, hogy mennek a Bécsi út felé. Én azért ebben bízom. De itt, amit lehetett lámpakkal megcsináltuk, tehát az összes olyan szűk keresztmetszetet a Hűvösvölgyi úton, a Nyéki útnál, a Vadaskerti utcánál, ami korábban azért torlasztotta a forgalmat, hogy ne zúduljon rá a Szél-Kálmán térre minden forgalom, ezeket kiiktattuk. Lényegében a Hűvösvölgyi úton annyi autó tud bejönni, mint amennyi korábban, ott a buszsávok és egyebek ezen nem zavarnak, viszont annyival nagyobb forgalom zúdul rá a Hűvösvölgyi útra, hogy emiatt torlódik, sajnos. Na jó, meddig akkor még mondjuk a Hűvösvölgy, hogy lefedjünk egy városrészt, mondjuk ott Észak-Budát körülbelül, mit mondasz, hogy tartsanak ki jövő márciusig, vagy az év végére végeztek, csak valami gondolom, konkrétumot adjunk az autósoknak, legalább Észak-Budának. Egyrészt, hogy intézkedési tervet csinálunk, ami ennek az egész helyzetnek még a további javítását szolgálja, erről a főpolgármester be fog számolni rövidesen, én nyilván nem vagyok arra hivatott, hogy ezt itt előzetesen elmondjam, hogy javítsunk a forgalom lefolyásán, de hogy a munkák meddig tartanak, október végén, de hát ugye az októbernek az utolsó másfél hete azért az ünnepek és az iskolaszünet miatt már enyhébb lesz. Lényegében október 23-ig kell kibírni
Hüvösföld térségében, hiszen a hüvösföldi villamosnak a felújítása az november elejéig tart. Szintén, ami nagyon fontos, és a város egyik nagyon lényeges pontja, az Erzsébet híd Pesti hídfélye Ferenciek tere felújítása, hogy az 5. kerületnek egy kiemelt projektje. Itt a sávlezárások jelentősen enyhülni fognak novembertől, tehát megszűnik az, hogy csak egy sáv van az Erzsébet hídon, és újra kettő lesz. Az Árpád hídon ott a munkák azok jövő tavaszig tartanak. Igyekszünk arra sarkalni a kivitelezőt, hogy azért legyenek benne olyan időszakok, amikor kisebb a forgalomkorlátozás, és ami el fog készülni először az egyes villamosból, az Árpád híd metróállomás, tehát a Váci út és a Lehel utca közötti szakasz, az december közepére kész kell, hogy legyen, de viszont azért a korrektség kedvéért hozzá kell tennem, hogy viszont kezdődni fognak a munkák másút, hiszen az egyes villamos teljes felújítására kell, hogy sor kerüljön. Hármas villamos felújítás, ilyen Kálmán tér felújítás. Jó, átmegy a hídon az egyes villamos? Áthozzátok a Rákóczi másik oldalára? Át. Már idén elkezdődnek a Szerémi úton munkák, 11. kerületbe, és 2015 tavaszára legkésőbb, ha minden jól megy, akár 14 őszére. Még egy gyors kérdés, Lőrincikét, engem elsősorban a kispesti Ady Endre útnak a felújítása érdekel. Azt szeretném csak megkérdezni, hogy a BKV olvasatában, vagy a BKK olvasatában mit jelent az, hogy december elejéig valósítja meg az első szakaszt a BKK, mert hogy ez most lehet december 2 is, meg december 15 is? Igen, ez alapvetően időjárás függő, hogyha tudunk novemberben végig dolgozni, tehát nincsen hóesés és mínusz 8 fok, hanem egy ilyen plusz 2 fok fölötti és viszonylag száraz idő van, akkor ez november végére, december első napjaira, ahogy mondtad, kész van. Ha ez nyilván nem így alakul, ez csúszhat. Sajnos ez nem egy könnyű időszak munkavégzésre, de ha jól alakul, akkor november végére, december elejére befejezzük az Ady Endre utat. Na, hát kitartás akkor mindenkinek. Szuper, ha ma mész a nagy vezérhez beszélgetni a felújítóhoz, a Leherről befelé a Robert Károlyra egy balos sávot nyissanak már. Jó? Tehát még ez lenne. Nekünk 13. kerületiek. Az megkönnyíteni? Megkönnyíteni. Nagyon-nagyon köszönjük. Jó munkát nektek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Vitézi Dávidot hallottuk. Hello. Ciao. Hát gyerekek, nem okosabbak annyiban lettünk, hogy kitartás mindenkinek. Nem? Rendőrök talán lesznek, a lámpákat hangolják. Így van. Kitartás. Tehát, hogy köt a beton, dolgozunk, és nem bukjuk az uniós pénzeket. Ez is mindenféleképpen jó. 7:30 út, pontosan 3 perce jönnek a hírek, aztán itt vagyunk a játéka mi is. 3:48 lesz, 1 perc múlva, vagy már talán el is múlt, kinek órája szerint. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kitartás lesz majd még. Szép a főváros és az ország. Így van. Dőlnek az EU-s pénzek. Minden szép lesz. Köt a beton. Hűl az aszfalt. Dolgozik a nép. Mindenkinek kitartás. Tényleg sokan írják, hogy dugó van itt-ott, sokat foglalkoztunk közlekedéssel. Így van, hallottuk, jobb lesz, reménykedjük benne. Szerintem mi az összes olyat megkérdeztük, amit meg lehetett. Az éjszakai munkát, a rendőröket, a lámpahangolást nem tud az ember egész egyszerűen többet tenni. Egyébként csak mondom, hogy senkinek nem nyilatkozik. Nagyon. Csak nekünk. Úgyhogy... Most erne, tehát, hogy legyünk rá büszkék? Nem, azt mondom, hogy igen, hogy ez tehát, hogy az jó. Ránk nézve nem az, hogy ő nyilatkozik, hanem hogy... Amióta egyszer így kéretlenül fölhívtad a az volt az első. Tényleg, az volt az első, ugye? Emlékeztek, hogy igen. Így kitalálódott, hogy beszéljünk vele. Igen. Telefon. Szépen belefutott a csapdába. Így van, éppen tele volt a szája fogsejemmel. Igen. Jaj, gyerekek, igen. Nem baj, jó lesz ez. Jó lesz ez. Kispestiek, meg a Kispest környékek például viszonylag kevesebbet fogják majd vinni futóműbeállításra a verrájukat, mint ahogy azt egyébként eddig megszokták, mert az Ady Endre út azért adott rendesen ott mindennek. Na, de most 10 szépek lesznek. Na, de igen. December elejére kész lesz az egyik sáv, aztán pedig majd a jövő év elején végig a másik. Igen. Na jó van, Óven bácsizzunk és Berunén nézzünk egy jót, már is itt van a játékosunk. Óven bácsi és Berunéni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafarm csalogányai. Laci, hello, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggel. Hello, Laci, merre vagy? Csepelen éppen. Cseperen. Dolgozol, vagy oda tartasz? Nem, iskolába megyek hamarosan. Na, iskolába? Hányadikos vagy? Most vagyok 12. 12-es? Igen, idén ballagok. Aha. Hogy megnőttél? 12. Emlékszem. Istenem, emlékszem, amikor még csak 6-as volt.
Akkor neked nincs erkölcstanod, az 8 általánosban van, majd neked is van? Nem, szerencsére nekem nincsenek ilyenek. Pedig rám férne. Nem, valamelyik nap akarok vele foglalkozni, hogy milyenek a visszajelzések, mit mondanak a szülők, mit mondanak a tanárok, mivel jön haza a diák, mi történik azon az órán, mit mondanak, milyen könyvből tanulnak. Valamikor majd foglalkozzunk vele, mert érdekes a dolog most már. Azért vannak visszajelzések, tanári, szülői, nem? Visszajelzés. Ja. Mi ez? Nálatok van, Jani, nem? Már persze nem van, neked, és egyébként sokkal, mindegy, de... sokkal jobban nevelt a gyerek egyébként, amióta ez is a tantárgyai közé tartozik, idén került be. Hoznál be valamelyik nap a tankönyvet, hogy kicsit, vagy nézzünk már bele, tényleg, nem akartam ezzel még a tanév elején foglalkozni, de érdekel tényleg a visszajelzések. Laci, bocsánat, csak jó témát vetettél fel, hogy... akarunk akkor ezzel foglalkozni. Jó, de ezzel kicsit... kapcsolatban most csak annyit mondanék, ami egyébként a tankönyvben is szerepel, hogy sok beszédnek sok az alja. Mert hogy ilyenek is van. Jó Isten, te jó Isten, nagyon jó ez. Laci, figyelj, ma szülinapos vagy, még azt olvasom tényleg? Igen, ma van a 18. születésnapom. Isten éltesen sokáig. Köszönöm szépen. Hát akkor neked vigyáznod kell, ha 12 évessel szexelsz. Illetve, igen. Nagyon neked már nagyon. Baj lehet. Igen, abból baj lehet. Én most szakítanék a helyedbe. Vagy csak szülői felegyelettel. Tényleg, mi a helyzet a csajokkal, Laci? Hogy állsz? Semmi különös, most jelenleg nincs. Na, de azért valami már volt? Volt, de... Kis mazatolás? Mondjuk úgy, igen. Tipi-tapi. Igen, egy komoly barátnő volt már, akivel jártál. Hogy mondják a fiatalok? Járni? Vagy most mi a menő? Vagy mi a slang? Annyira nem tudom. Stondulni, menni, mozogni, járni? Jó, de téged még csak a továbbtanulás, gondolom, és a felvételik érdekelnek. Hát egyetemre nem akarok menni, de OK-ra igen. Mi van veled? Nem csajozol, nem mész egyetemre? Mi van a mai fiatalsággal? Hát... Én vagyok a kivétel. Igen? Aha. Igen. Most is biztos valami erkölcstelen dolgon jár az eszed. Egymáson hömpölygő verítékes tini testeken. Mi? Fúj! Szeretném megnyerni az ajándékcsomagot. De van olyan azért, van olyan, aki mellé oda söndörödnél, aki miben? Vannak helyes osztálytársak? Vagy mindegyik ronda, pattanásos, zsíros hajú? Hát nagyon nincs. Uh-huh. Te szegény, csak ronda lányok járnak hozzán? A mi osztályunkban mondhatjuk így is. Hogy fognak szeretni, ha bemész? Igen, ez azért szemét kérdés, mert nehéz rá mit mondani, ugye? Tehát, hogyha ha megdicséred őket, a fiúk szivatnak, hogy hát Laci, nincs neked szemed, ezeket dicsérted. Ha más mondasz, akkor viszont nem fognak szeretni a lányok. Mondjuk, ha nem szépek, nincs vesztenivalót. Ha kemény vagy, ma már így mész be, hogy szevasztok, csúcságok! Hallottatok a rádióban? Ha nem, kiírom. Ki a király? Haj, Laci. És a többi fiút már nagyon csajozik? Igen. Hát 18 évesen azért már megnyitott. Ő kevéssel is beéri. Na jó. Oké, Laci, reméljük meg lesz az ajándékcsomag, ha már ennyit martunk téged, jó? De csak humorizálunk, persze. Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Látod? Dugóban ülnek ők is, igen. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Nekünk igen, de ő 18 éves. Ez is igaz. Hát igen, ez nekem. A címen mit eszembe, vagy az előadó. Na Blue Baron. Jó, de mennyi? 99. Én bírtam. Mindig is gyűlöltem. Tényleg? Gyűlöltem. Az életemnek nem volt olyan szakasz, amikor ezt szerettem. Tényleg nem. Akkor inkább 3 Boden Toki. Így van, Komerzi, ne nácska, Stefan, de ügyes voltál. Laci, megvan az ajándékcsomagod. Mi van? Egészségedre. Bármi is jött ki belőled, ha ez az öröm hangjai voltak, akkor mi is örülünk. Igen, ez volt. Na jól van. Oké. Akkor boldog születésnapot kívánunk, ne felejtsd el, mától nyugodtan bemehetsz bármelyik nemzeti dohányboltba. Szerencsére nem dohányzom. Szép napot, és puszíjuk a csúfságokat. Sziasztok. Hello, ciao. Most mi lesz? Nagyon jó, nézd. Én csíptem. Bírtad? Aha, aztán később kínvajdos lettem. Jó, de a csajt bírtad benne, nem? Hát ez is igaz, meg a német nyelv is. Hát nyilván a tematikus videók miatt, hiszen azt hittem, hogy ez annak a műfajnak ez az igazi nyelve, mint ahogy a rockzenéje az angol.
Ha valaki választhatna, vagy ha választhatnék, hogy öljenek meg, vagy tanuljak meg németül, akkor azt választom, hogy öljenek meg. Határozottan elutasítom a német nyelvet. Annyira nem jó, vagy nekem most annyira nem tetszik, hogy inkább tényleg megtanulok bocsiul. No, ich bin Hans Vadon. Du bist? Olyan nagyon nem jársz még előttem, ahogy hallom. Na, 6 perc van, pontosan 8 óra várunk közlekedési híreket, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik autóban ülnek. Mi pedig jövünk vissza a hírek után. 8 óra, múlt pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Drága Morning Show hallgatók, hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Hello. Jó reggelt! Aki nagyon kedveli a korán reggeli cukiságokat, az látogasson el a Morning Show Facebook oldalára, és nézze meg azt a frissen kirakott videót, amin egy 10 pontos listán, egy 10 pontos cukisági listán 10 pluszos videót láthat. Igen. 13. Mi ez, maki vagy mi? Mi ez? Valami majom? Ma egy ilyen nagyszemű kis éjszakai jószág. Egy éjszakai maki majom, ugye? Tényleg első, én is néztem egyébként. Nézzünk közlekedési híreket, az Egér út teljesen elesett egészen az autópályáig, még jó, hogy közben lehetéteket hallgatni, de nev. Debrecenben a Békési Béla és a Civis kereszteződését feltúrták, a forgalmat a lakótelep parkolójába terelik, és elég nehéz kijutni onnan. Bihari Lőcsös Tökű küldte ezt nekünk. Köszi, Töki! Miskolcról a 26-os főút kivezető szakaszának gépkocsikat leállítják a rendőrök, de nem ellenőrzés miatt, hanem közvéleménykutatás miatt. Üdv Marika! Az M1-es, M7-es bevezető Gazdagrétig használható, onnan beállt, az Egér út úgy áll, hogy 500 métert 14 perc alatt tettünk meg. Békés-Szent Andráson a 44-esen Kecskemét felüli végén, ráadásul az egyenesben a rendőrei aggódnak a sebesség miatt, de szép megfogalmazás. M3-as, M35-ös találkozásánál van egy trafi Budapest felé, és nagyjából ennyi az Egér út totál dráma. Igen, ezt elküldték nekünk többen. Na, hát hallottuk, kitartás, szép lesz, jó lesz, tényleg próbálunk mindenkinek segíteni. Megkérdeztük, amit meg lehetett, reméljük, hogy ez a dolog, ez megoldódik előbb-utóbb. Ja. Igen. Még egy ilyen kis dolog, amiről az előbb a Jani beszélt, hogy a Facebookon meg lehet nézni, hogy a múlt hét pénteki elásós videó is most már fönt van. Igen. Úgyhogy azt is nézegessétek nyugodtan, az előkészületi munkálatokkal, a Hős Gyulával, tehát a film első három-négy részét Gyula foglalja el, aki kombányt vezet, traktor, markolót, beássa, beszereli. Hát egy igazi multikulti arc. Egy multikulti, és a végén vagyunk egy picit mi. Tehát így áll a film. Vajon, dobott nekünk egy szánalomcsontot. De jó, jó. Az igazi főhős. Jó a film. Na, egy internetes portál, méghozzá egy magyar internetes portál megalkotta a Lopédiát, azaz összegyűjtött mindent, amit 2013-ban Magyarországon elloptak. És ebből egyébként szerintem egy teljesen egyértelmű dolog... Nem lehet. Egy teljesen egyértelmű dolog derül ki, mégpedig az, hogy ebben az országban valójában tényleg mindent visznek, ami mozdítható. Ez szerintem mindenki tapasztalja saját magán, hogy hatodszorra lopnak el tőle valamit a munkahelyén, vagy otthon, vagy ahova megy. És egészen hétköznapi dolgokat is visznek, ugye, mint a pénztárca, az autó, vagy a fa, de hát ez kevésbé lenne érdekes. Itt összeszedtek egészen különleges dolgokat, hogy mit lopnak el, vagy mik azok, amik 2013-ban ellopásra kerültek. Végigolvasva ezt a listát, egész egyszerűen elképesztő, hogy tényleg, ami mozdítható, azt elviszik. Például elvittek epekövet 2013-ban. De várjál, belülről? Tessék? Valakiből. Valakiből. Arra riad, hogy igen. Erős hiányérzet gyötri. Igen, egy kecskeméti házból 145 darab epekövet lopott el 2013 leghülyebb bűnözője. 52 éves férfit elkapták, az epeköveket nem találták meg. Csiszolatlan gyémántnak nézte. Igen, azt gondolta, hogy valami nagy érték. Vittek-e például Magyarországról ebben az évben futballkaput? Valószínűleg itt a stadion próbálták összelopni apró részekben. Elvittek futballkaput. Aztán elvittek lélekharangot. Ez ugye vagy a templomokban, esetleg temetők kápolnájában, akkor kondítják meg, amikor ugye valaki meghal. Meg könnyebb, mint a templomi nagyharang, viszont elég sok benne a fém. Gyakran el is lopják. Azért az nem gyenge. Az nem gyenge. Egy ravatalozóból. Ellopták többek között Liszt Ferenc mellszobrát. Gyűrűj barátról. Ezt a kis bronz műalkotást. Csak az orra és a szeme lett meg, az is Szlovákiában. Nem marad belőle sok. Kivették már őt is magukénak érzik. Igen. Elvittek műfogsor rögzítőt, 6 B. Gyula 69 évesen szánta rá magát a dentális kriminalitásra. De szépen van fogalmazva. Írja a holap, nagyon jó. Egy 15 éves szegedi diák szalámis pizzát ropott, ezt a ruházatába próbálva rejtettek el. Szalámi.
Szalámis pizza. Lopás? Biztos, hogy egy diákot? Igen, valaki settenkedett ott még esetleg. Nem, ez hogy van, hogy te rendelsz egyet és nem fizeted ki? Ki tud ellopni egy pizzát? Vagy valaki megrendelte, hát leült, elkezdte megenni, előtte kiment a mosdóba, oda ment egy diák, begyűrte a ruhájába és kísértált vele? Hogy lopsz el egy pizzát? Igen, nehéz ügy. Ha nincs dobozban, akkor főleg nehéz. Ha? Berakod a hónod alá. Helyedre rakod. Farzsebedbe tűröd. Igen. Elvitték Irénke néni és József bácsi síremlékét a Béki, a Kecskeméti köztemetőben. Azóta se lett meg egyébként, és senki nem tudja, hogy hol van. Hát, most, hogyha belegondolsz, akkor azért ott lehet kompatibilis neveket találni. Tehát, hogy ha csak ennyi Kovács, volt ráírva a szegényeknek a sírjára, nem, hát lehet, hogy még a vezetékneve sem volt ráírva, csak az, hogy Irénke és József bácsi, egy csomó ilyen sírkövet lehet egyébként látni a temetőben, amire csak keresztnevek vannak rakva. Van valahogy egy megrendelés, körbe mennek. Ha. Érénke, nem jó, ez Gyulával van, nem, ez... Ez, igen, ez jó, jó lesz. Ez Józsi, ez jó lesz. És elviszik, és simán átrakják? Simán megcsináljuk. Igen. Robbanó szerkezetet is loptak. A 22 éves fiatalember egy lőszerraktárból lopott el egy ósdi robbanó szerkezetet, majd felakasztotta egy közeli fára. Nagyon vicces fiú. Igen. A hülyéje. A barom. Hát, de nem. És felakasztotta. Elvittek szökőkutat, apránként próbálták elvinni a győri szökőkutat, de megbontották ezzel a barokk főtér egységét is egyébként. Részletekben próbált ellopni, elkapták. De hova? De, mert ugye, hogy a, hova viszed? Ugye, mert ha jól emlékszem arra a győri szökőkútra, az nem kicsi. Szóval, hogy így a kertetben a föltűnő lett, nem? Ugye, hogy egyszer csak ott a van. Nem, nála. Hát attól függ, hogy milyen ház van mellette. Azért a környékünkön is van olyan ház már sajnos, ami, aminek ilyen. A kertjében, ha lenne egy ilyen, nem nagyon csodálkozna lett a senki. Egy 33 éves tatai nő volt az ötletgazdája, összesen 13 millió forintnyi tampont próbáltak ők ellopni, meglettek egyébként. De hogy ez így tényleg hogy születik? Összeáll ezzel a nővel, vagy mit lopjunk? Lopjunk ezt? Lopjunk azt? Itt van egy raktárnyi tampon. Ne, mit lopjunk el? Jól alapozóhoz. Ne, inkább tampon. És utána ezt egy dobozonként eladod? Vagy piacokon értékesíted? Vagy hogy? Ott a pont, ennyi. Dobozonként, ugye? Valószínűleg dobozonkénti értékesítés, igen. És hát a nagy klasszikus a WC-kefe. Nem csak a boltból lopják a WC-kefét, hanem állítólag munkahelyek ezreiről tűnnek el a használt WC-kefék. Hát ezt akartam kérdezni, de hogy azt már ott megjáratták ebben abban. Már nem biztos. Hát most, ha ide kimennél a miénkhez... A nem sokan használják, Feri. Tehát itt szerintem egy évben egyszer helyeznek üzembe új WC-kefét, itt, ami van a mi budingba. Hát az mondjuk igaz. Azért azt olyan nagyon-nagyon sokan nem használják a WC-kefét. Mi az, ami tőlünk állandóan eltűnik? Mi az, ami itt van, és vagy az irodánkból, de ilyen kis apróságokra gondolok, hát tehát most, amit mindig ellopnak. Most jól állunk, de a toll hiány szokott lenni itt a stúdióban, ugye ezeket a kékfehéreket használjuk nagy mennyiségben, most van belőle 10 az asztalon körülbelül, de ez időről időre probléma, hogy ezek elszivárognak. Bizony, meg a kis kanalak tőlünk, mintha ezüstből lennének. De ez hogy van, hogy ezeket valaki elteszi? Mert sosem látsz egyébként kis kanállal kisétáló embereket, vagy ez olyan, mint a zokni otthon, hogy folyamatosan tűnnek el, és soha nem lesz meg, csak eltűnik? De a fél megmarad. De a fél megmarad, igen. De kiviszi, elviszik a kis kanalakat, vagy ilyenek a munkai tűzőgépek például, nem? Azok is folyamatosan eltűnnek. Vagy a tűzőgépekbe, amit beletöltesz. Azt se tudja senki, hogy ezeket kiviszi el. Ezek nagyon mennek. Nekem egyébként az a tapasztalatom, személyes tapasztalat is, hogy sokszor olyan dolgokat is elvisznek, amikből aztán később nem lehet semmi pénzt csinálni, nem lehet velük semmit kezdeni az égvilágon. Nagyon friss történet, mert ma reggel véletlenül kiraktuk a kukát, illetve ez nem volt véletlen, hiszen ma viszik el a szemetet. Viszont a kukának... Hihetetlen tudatosak vagytok. Elképesztő ez a fajta, hogy ma elviszik, és ti ma kirakjátok. Hát ez... Ennyi. Volt régebben volt, hogy próbálkoztál. Az egy idő volt. Ezt akartam, hogy régebben volt, hogy próbálkoztál. Persze, hát ha korábban, hát ha később, hát ha arra jár valaki, aztán majd, de nem. És akkor ma kirakta, és a kukának az oldalára szoktuk rakni a lakatot. Van egy ilyen nagyon komoly biztonsági lakatunk, és azt ráraktuk. Na most ez a biztonsági lakat a hozzávaló kulcsok nélkül gyakorlatilag használhatatlan, nem lehet hozzá készíteni kulcsokat. És reggel valószínűleg úgy húzták ki Móniék, hogy rajta maradt. És mire visszament? 10-15 perc, amíg elvitt a kislányunkat az iskolába, addigra már nem volt rajta. És most én azért nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mit fognak vele kezdeni, mert a kulcsok nálunk vannak, nem én lehet hozzá csináltatni. Nem? Hát igen, viszont ha valakinek fölrakja például a kapujára, hát az soha többet az jó móka lesz. Igen, az ahol nem fog kijönni. De ugyanilyen rejtély a WC-kefe. Tehát nézzük meg, hogy néz ki egy WC-kefe ellopása az életben. Tehát nem menjünk el amellett, hogy valaki WC-kefe. Bemész a budiba. Ugye? Tisílsz egyet. Lenézel oldalra, felcsillan a szemed, és azt mondod, megvagy. De jó! Megvagy, te kis huncut!
Na most ugye ezt el kell lopnod, tehát ki kell hoznod a WC-ből, és el kell vinned a táskádig, a szatyorig, vagy a kabátodig, hogy be tud tenni, majd beszélünk arról is, hogy ott aztán hova teszed. Megfogod a WC-kefét, kiveszed a tartályból. De nem tartállyal lopod? Vagy tartállyal lopod. Hát. Kisétálsz vele, na, lemosod. Igen. És elindulsz a táskád felé, amibe berakod? Hova dugod? Vagy már a budiba teszed be a ruhát? Hogy lopsz el egy WC-kefét? Hát azért nem tudom, hogy az, aki bedug egy ruhájjal egy WC-kefét, és ugye rajta kapnak, mit mondasz? Hát az meg ott mit csinál? Ez albino süni. Nem. Igen, albino. Kis barna beütéssel. Hogy hova viszed? Hogy hova viszed? És utána be kell, hogy rakd egy táskába. Vagy aki WC-kefét lop, annak nincs nagyon táskája? Berakja a kabát alá? Hát, tehát hogy? Azt is lop. Semmi. És bevásárlóközpontokból is lopják. Ugye... Tehát újakat is lopnak. Ja, hát az... Az könnyebb? Hát nem könnyebb, legalább tiszta. Kevésbé meglepő. Ja. Hogy most azt belerakod egy nylon szacskóba, használtad a fejét, akkor viszont kilóg a nyele. Na, arra mit mondasz? Mi az nálad? Hát, és igen, bevásárlóközpontokból, de valójában őszintén ott például az ilyen vízöblítő szerkezeteket, meg ilyenek, meg szaniterárut, meg ilyeneket, azokat viszik rendesen. Azt írja, hogy hallgató nálunk, Kaposváron besúrantak, és egy fél lazánnyát loptak el, a hölgy bement a rendőrség. Jelentem. De hogy elnézel balra, és valaki leszi a tányérodról? Hello, hello, hello. Hol az alja, hol a tetej? Már megettem, de finom volt. Lakások, házak környezetében mi az, ami folyamatosan eltűnik? Közös tárolók, kukatárolók, bringatárolók, ott is vannak ott ilyen megmagyarázhatatlan dolgok. Most nem is arra gondolok, hogy a bringa, meg azok, amik értéket képviselnek, de néha tényleg dolgokat nem tudsz megmagyarázni, hogy miért viszik el. Hogy hát kinek van arra szüksége. A legszebb, amikor megcsináltak az M5-ös autópályát, és csináltak olyan WC-ket, ahol le tudsz ugyan állni, de ugye nincs shop, nincs benzinkút, csak ezek a WC-k. És ott olyan az öblítéses rész, hogy ez az infravörös. Igen, igen. Két ilyen kis igen, érzékelő, hogy odalépsz, öblít, ellépsz, egy megint hétig, öblít. Egy hétig voltak fönn maguk az érzékelők, ami használhatatlan a belső része nélkül. Emberünk, és négy ilyen nem tudom mivel volt becsavarva, azt látszott, hogy vésővel így leverte, a négy hogy hívják ott, és magát a szenzort elmérte. De akkor lehet, hogy csak a tiplik keretek neki, meg a csavarok. Ja, lehet, igen, igen, csak leesett nyilván a piszoárba, beleesett az érzékelő, és leöblítette a víz. Tehát, hogy azt elvitte, de azt ugye úgy tudod csak használni, ha megvan a belső része is, de az igen, meg benne volt. Nem, ő elvitte a szenzort. Hajrá! Okosan. Nem tud mire használni. Nem, semmit nem tudsz vele csinálni. Az ég egyet a világon. Ha már egyébként ezt a piszoárt említettem, nem akarom elterelni a témát, csak egy rövid kérdés, mert ilyen öko ember vagy. Van most néhány olyan piszoár? Tudom, tudom. Hogy az mivel tesz? Hogy az? Hogy? Hogy ott mi történik? Mit látok? Odász, a víztakarékosan. Odász is azt mondod, hogy évente ezzel a piszoárral megtakarít. Tényleg nem akarom kisiklatni a témát, tehát maradjunk a témánál, mindenki gondolkozzon, hogy mit lopnak el tőlem munkáim, ami nem értékes. Csak egy rövid kérdés. Hogy azóta ezen filózom. Évente 3 milliárd köbméter vizet spórolunk meg azzal, hogy nem öblítünk, nem húzzuk le, nem használunk vizet. Ezzel. Belepisírsz a piszoárba. Én 2 percig bírtam utána, azt mondtam, hogy jó, hát azért ennyi ebben a sztoriban nincsen, nem várok tovább. Megálltam, és néztem, hogy mi történik. Lefolyik. Nem. Ott áll. Oh. Lehet, hogy elvodul, áll. Aha. De hogy nem öblítik, és se vizet nem engednek rá. Hát sem... így porolnak. De mi a nagy ötlet? Hát, hogy nem öblítik le, aztán így porolnak. És erre kitaláltak egy piszoár. Ezzel a piszoárral. De mivel, hogy nem tettek vele egy vízcsövet, ami kinyom hát magából vizet? Hát nem. És most gondolod el, egyébként én azon szoktam gondolkodni, hogy van ott három, mind a három feladaton a felület, az már 9 milliárd liter. Tehát... Ugye, hogy mennyi? Hát nem. Mert hogyha nincs eldugulva, akkor egyébként lefolyik le a becsorgatott folyadék. De akkor minden piszoár víztakarékos, ha elzárjuk a vizet. Így igaz. Tehát akkor erre külön csinált egy cég egy külön piszoárt, és azt mondta, hogy mi nem folyatjuk le vízzel. Hogy ez csak maga a lefolyó. Nem, hát, jó. Hogyha okay, ezzel lett egyébként a karccal a kerti budik felé megint, mert egyébként... ott sporolsz a legtöbbet. Vagy bőszintén, hogy az a sporolunk a legtöbbet. Jó, oké, csak egy kérdés volt, nem akartam elterelni a dolgot. Itt van egy hallgatónk, Ati, akitől valószínűleg szintén elloptak mindig valamit. Hello, Ati, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na, mi az, ami értelmetlen? Tehát most olyan dolgokat keresünk, amire nincs magyarázat, és valódi érték se nagyon lehet benne. Igen, igen. Hát képzeljétek el, én egy bizonyos eljárókos cégnél dolgozom, direkt nem is akarnám megmondani, hogy melyiknél. Hát az egyik kollega jött reggel dolgozni, beült az autóbuszban, és általános ellenőrzésként fogta és észrevette, hogy nincs meg az autóbusznak a kormánya. Tehát egyszerűen van, aki leszerelte éjszaka, és így eltűnt a kormány, tulajdonképpen a kormány kerék az autóbuszból. De mit csinál vele? Hát ez egy nagyon jó kérdés.
valakinek kellett egy ilyen autóbusz kormány. Én láttam gyerekkoromban, volt ilyen, egy ilyen poén kormány volt, biciklire rakták föl. Igen, de hogy igen, aztán tízelések, és ez nagyon vicces lehet, volt, mert rajta volt tényleg egy autóbusz kormány. Igen, és ezt csinálták. Hát ez így történt képzeljétek, és hát nyilván ez elég meglepő így hajnal 3:30 környékén, hogy egyszerűen nincs az autóbusznak kormánya. Hát lehet, hogy egy valakinek eltűnt, és aztán elindult egy ilyen körbelopás, nem? Mert csak egynek kell eltűnni, és utána igen, éveken keresztül mindenki a másiktól lop, és mindenki megpróbálja igen, visszalopni. Ez olyan, mint a dísztárcsa, ugye, hogy csak egy gurulja le valahol a városba, és utána mindenki csak egyet lop vissza. Igen, pontosan. Ez egy ilyen dominó. Ezért kellene rendszeresíteni azt a fajta kormánytípust, amit a Forma 1-es pilóták is használnak, nem? Minden buszsofőrnek lenne egy saját kormány. Egy saját kormány, és akkor reggel kéne vinni magunkat dolgozni. Köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Sziasztok, jó napot. Sziasztok. Szia. De ezt se értem. Tehát, hogy nincs bezárva a busz. Valaki bemegy, azt mondja, hogy senki nem őt, leszerel egy kormányt, és elsétál vele? Vagy... Igen? Persze, oda ment előre, szépen megnyolta megfelelő gombot, kinyílt föl, mert leszerelte. Ebből is látszik, hogy szakértő volt az illető. Tehát ténylegesen lehet benne valami, hogy valamelyik buszvezetőnek nagyon régóta hiányzott, vagy pedig ez náluk egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen vetésforgó. Az valakinek egyszer eltűnt és kész. A temetőből rendszeresen ellopják a gránitvázákat, oké, de hogy azért annak nyilván van egyfajta értéke, el lehet adni. Most mi olyan értelmetlen lopásokat keresünk, ami tényleg nem tudsz magadnak megmagyarázni, hogy a kertedből, a házadból, a lakásodból, a munkahelyedről, az irodádból, az öltöződből lopál, és azon gondolkozol, hogy vajon mit csinál vele. Tehát mire használja tényleg azt, mint valaki írja, hogy kiesett egyszer a fogtömése, letette, mire visszajött, nem volt ott, tök komoly írja, és az egérmérget valaki ellopta az irodából. Az egér eltűnt, de hová lett a méreg? Ugye, mert hogy az is eltűnt. Mit csinál vele? Igen, de mondott például a gránitvázát, az persze teljesen logikus, de azért a temetőben más dolgok is szoktak eltűnni. Például, amikor purcsint, ilyen kis apró pici virágokat lopnak például, de kimész, és azt látod, hogy a fele hiányzik. Tudod? Na jó, de vagy amikor murvát lopnak körülötte. Na de azt el tudod adni. Ez három, de három marékkal. Hát de minden három marék innen, átviszi a sajátjához, a virágos visszalopja a virágot, is, vagy átlopja a saját sírjája. Tehát az értelmet, ezeknek szerintem valahol nyilván van értelme. Mert hogy átteszi, eladja, sok helyen azért régebben hallottuk, hogy virágos este bement, összegyűjtötte, másnap megint kirakta, tehát szép gesztus. De amikor tényleg például, hogy nálunk a légfrissítő, az a sláger, hogy azt viszik el folyamatosan, írja egy hallgató. Tehát most azért tényleg elviszel egy ilyen 300 forintosat. Persze, beteszed, ott hát, nem kellett megvenni. Az már legszebb, azt is hallgató írja egyébként, hogy az öblítő golyócskát, amit a WC-nek az oldalára fölakasztasz egy ilyen műanyag tárolóban, és akkor tudod, oda be kell tenni ilyen vegyszeres golyót. Az. És azt magát kilopja. Hát az hogy? Hát azt már megpisírték már azon hát már minden. Hát igen, hát mit csinál? Leöblíti, becsomagolja, hazaviszi, belerakja egy zsebkendőbe, aztán otthon beteszi a saját kompatibilis tárolójába. Na de belenyúlsz a retyóba, és elkezded azt ott körömmel lekapargatni, hogy viszel egy tollat, és azzal lekaparod. Ez olyan, mint a WC-kefe, hát az is áll egy doboza, abban benne van a lé, hát akkor azt fölemeled, és elviszed. Kedvenc kocsmáriumunkban mesélte egyszer a pultos lány, hogy a piszóvárba szoktak tenni ilyen műanyag rácsot, hogy ne fröcskölődjön igen, meg ne. Azt mondta, hogy ott volt egy hétig, tehát már nagyon sokan rá, majd eltűnt. Hogy azt hogy? Viszel magad a gumikesztyűt, hogy piszóvár rácsot fogsz lopni. De igen, mert oda azért be kell nyúlni. Igen. Négy darab piszóvár érzékelő fotocella csak igényes felhasználóknak. Mindenre használható kívül piszóvár az eladó, írja egy hallgató. Tőlünk a reflektorlámpának a zsinórját levágták, azt akarták ellopni, de a lámpa nélkül azzal nem sokat ér, írja nekünk egy hallgató. Szekrényből eltűnt két darab boxer, egy szakadt póló, egy használt fogkefe. Vajon mit csinálhatott vele, írja egy hallgató, egy kollégiumi történet. Buszvezető vagyok, az üvegtörő kalapács fogyóeszköz. Max egy hét és elviszik. Igen, azt szereti. De hogy mit csinál vele egyébként? Ráadásul azért ilyen érdekes kiképzésű, mert hogy annak, ha jól emlékszem, hegyes a vége, tehát hogy azért olyan sok mindent kalapálni nem lehet. Tényleg csak arra jó, hogy az ember betörje vele az ablakod. Egyszer ellopták az összegyűjtött szelektív hulladékomat. A szomszédomét meg ott hagyták. Írja Brown. Igen, hát a kertesház, családi házot még érdekes tényleg, hogy ott is minden megy, ami egy picit is mozdítható. Na jó, várunk SMS-eket még, jó, hogy munkahelyekről, leginkább asztalokról mit lopnak el. Itt nálunk ugye a kávés kanál az, ami nagyon megy, a tűzőgép, ugye? Meg a tollak. Tehát ezeknek nincs gazdája.
meg egyszer a Ferit láttam kisétálni egy Budi kefével. Az már, hát az kellett. Sem, nem megfogyatkozott otthon. Valamiből lépett kint is. Kellett. Fél 90 pontosan várjuk az SMS-eket, jövünk a hármas ugrással a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. M3-as bevezető Nagy Lajos, micsoda, a lehajtónál, igen. A Nagy Lajoson azt mondja, hogy csak azt mondja, melyik lehajtónál motoros baleset, mentők, tűzoltók a helyszínen, emiatt a leállósáv szinte áll. Aha. Igen, tehát a Nagy Lajos Királyné útján ott az M3-as bevezetőjéről, ahogy rá lehet fordulni, ott a lehajtónál egy hatalmas baleset van. És emiatt már a leállósáv is beállt. Az szép. Az szép. Igen, az Egér út teljesen elesett, Szél Kálmán tér szintén, nem lehet közlekedni. Hűvösföld, Solymárból nagyon-nagyon nehéz a bejutás, ez most ugye állandó. Jó hírek egyelőre nincsenek nagyon. Budai-Pesti alsó rakpart szinte lépésben halad, a Budai a Mozaik utcától, és igen, a Szél Kálmán tér is elesett. Hát. Ez van. A munkai lopásokról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik tűnnek el Magyarországon. Olyan dolgok elsősorban, aminek se értelme nincsen, se az ember még logikus következtetéssel se tud eljutni a magyarázatra, mert hogy elviszik, ellopják, de nem tudod, hogy miért. Eladni nem tudod, értéke nincs, mégis naponta tűnnek el ilyen dolgok. De két titokra már fény derült, az egyik kedves hallgatónk jobboltából, aki megírta, hogy a buszkormányt valószínűleg betonkeverőre lopták el. Júj, de okos, hát kijönteni, persze. Tényleg, de jó, keverte. Az igaz. Nagy átmérő, sokkal könnyebb mozgatni vele. A betonkeverőt, a másik pedig az ablaktörő kalapács, azt meg állítólag nagyon jó heggesztést letisztítani. Ja, hogy meg miután a vart, ugye. Aha, ezekre nem is gondoltam. Erre nem gondoltam. Csaba itt van velünk. Hello Csaba, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt! Hello, na tőled mit loptak? Hát, tőlem nem Magyarországon, ahogy mondtátok, hanem Olaszországban loptak. Következő volt, 96-ban érettségiztünk, és hát mi nem mentünk el utána rögtön tovább tanulni, hanem egy évet hagytunk magunknak a barátaimmal arra, hogy egy kicsit világot lássunk. És hát mentünk Olaszországba vonattal, ugye diákok, hát nagyon sok pénzünk nem volt, és hát féltettük a bőröndünket nagyon, akkor még ugye nem volt laptop, meg nem voltak ilyen hűde nagy műszaki dolgok, Walkman volt benne, ilyesmi, hát hogy aludjunk, ugye nem volt hálókocsi, csak úgy tudtunk aludni, hogy a három ülésen keresztbe feküdtünk, bőrönd a fej alatt, hogy nehogy ellopjanak belőle valamit, és hát én reggel, mikor fölébredtem, akkor nem volt meg a cipőm, lelopták éjszaka a cipőmet a lábamról, és hát az egyik fél zoknim is félig le volt húzva, most hogy azt is el akart ellopni, ezt nem tudom, vagy csak akkor, amikor cipőt vette, akkor csúszott le, de minden esetre nem volt cipőm. Úgyhogy kalandosan folytatódott a dolog, mert csak papucs volt nálam, egy pár papucs, de az annyira nem volt kényelmes január 14-én, úgyhogy a kis forrott pénzemből cipőt kellett vennem, viszont meg volt az első olasz, igazi olasz párcipő. És a bőröndből semmit a fejed alól, viszont mindent a lábadról? Hát a cipőmet, a cipő. Igen, lelopták a lábamról éjszaka. Hát mennyire bátor, legombolod az egyiket, vagy a cipőfűzőt, vagy a tépőzárat szépen leemeled, a másikat szépen leemeled, nem? Azért az nagyon bátornak kell lenni. És akkor leszálltál mezitláb? Nem, volt nálam papucs. Ja, volt papucs. Papucs, csak hát január 14-e volt, úgyhogy ott sem volt olyan hú, de nagyon meleg, úgyhogy első út januárban majdnem mínuszfokokba, a cipőboltba vezetett papucsba, úgyhogy nagyon kellemes élmény volt. De közben vonaton utazik, az is, aki lop, valahonnan, valahova megy, megvette a jegyet, tehát hogy ott nem. Hát azért... Én csak azt tudom, hogy megnézte, hogy akkor a lábam, mint az ő. Ugye, hát nem érte, amíg aludtál. Valószínű, hogy olyat keresett, igen. Figyelted utána az utastársaknak a lábát? Nem, mert igazából, amikor fölébredtünk, akkor már le is kellett szállni, tehát korán érkezett be a vonat a pályaudvarra, és le is kellett szállni, meg akkor a tömeg volt, hát nézegettük persze, de hát inkább azzal voltam elfoglalva, hogy gyorsan valami cipőt szerezzünk, mert lefagy a lábam. Csaba, köszi, hogy elmondtad. Jó utat neked, jó munkát. Köszönöm, szép hello. Napot nektek, sziasztok. Ciao, hello. Norbi is itt van velünk. Hello Norbi, jó reggel. Jó Balázs. Hello Norbi. Hello. Mit loptak tőled? Nekem egy nagyon érdekes, inkább mondhatnám, hogy bizarr történetem volt. Éppen egy éves orvosi szűrésre készültem, ugye ahol mindenféle mintákat kell produkálni, bele kell pisilni egy kis üvegcsébe, és azt le kell adni másnap. Ezt reggel elfelejtettem, és gondoltam, hogy a munkahelyemen ezt így pótlom, és sikerült is, és annyit kell tudni, hogy a munkahelyemen az irodák és a konyha között van egy hosszú folyosó, ahol ki van rakva kettő hűtő. Ezt a mintát én beraktam két zacskóba, szépen beraktam a hűtőbe, beraktam egy sárga kis szakítő, az enyém, de nem írtam rá, hogy van benne.
értelemszerűen. Aztán amikor délután mentem volna dokihoz, akkor ez így eltűnt. De vajon mi? De vajon, ami vajon te? Nagyon érdekes dolog. Vajon te a így? Vagy mi? Rózsaolaj. Még arra gondoltam, hogy esetleg Lance Armstrong volt a kollégám, és így ment egy doping tesztre, vagy nem tudom, és úgy gondoltam, hogy ezzel lehet, hogy átcsúszta. Nem tudom, fogalmam sincs. Semmit tudnak ezzel kezdeni. Én vagyok olyan, hogy föltépem majd a szerkesztőségben a hűtőt, és ha valami olyan van, ami érdekel, akkor kérdezés nélkül. Tehát, hogy... Jó, de azért vigyázzam, hogy belepusztok ilyenek. Gondolkodunk a tréfán. Valami tréfát megérdemelnék. Kamilla, te imádom. Frissen főzött hideg Kamilla. Mit tud csinálni az ember vele? Megnézi, beleszagol, megkóstolja, kidobja, nem? Igen, gondolkodtatásra adokod, vagy gondolkodásra, nem tudom. És még az egy pikán szó, az egészben, hogy ez egy piacvezető multi, egy banknak volt az irodája, tehát ahol azért nem olyan emberek dolgoznak és másznak, akiknél ez így jellemző lenne. Hát nézd, Indiában azért sokszor használják a vizeletkúrát, hát lehet, hogy ő is valami. Van, lehet, hogy lehet, hogy de ott sajátodat kell, nem? Ott a sajátodat kell meginnod, így van, célszerű. De lehet, hogy neki már nem volt, és így keresett. Ki volt száradó? Vagy ő már haladó volt, tehát ő már átlépett Sima. Ő már egy kettes fokozat igen. Volt, igen. Köszi, hogy elmondtad. Más még egy info, hidegkútról jövök be a hűvös völgyén, és nagyon nem vészesem úgy, mint tegnap. Tehát lehet haladni, van forgalom, de lehet haladni. Hát akkor valahogy átcsoportosították magukat igen, az autósok, igen, tehát igen, be igen. Lehet jutni. Aha. Ja. Ez fontos. Köszi, Norbi. Oké, köszi, sziasztok. Köszi, ciao. Hello. Egy jó vizelet, mint a gyerekek. Hát, azért az. Nem is indulhat jobban a nap, nem? Haverom ellopott a hűtünkből fél tubus spagetti krémet. Másnap szóvá tettem, és még ő akart megverni. jó SMS-ek vannak. Na jó, megnézzük, hogy ki a ma reggeli hármas ugrás játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, Judit vagyok. Hello, Judit, honnan telefonálsz? Minden kis tartáról, nem messze. Bölcsiből, vagy oviból, vagy gyerekek? Itthon vagyok a kislányommal. Mennyi idős? 9 hónapos. Na, de helyes, hogy hívják? Adél. És tőled is loptak ott, vagy arra felé is vannak dolgok, amik eltűnnek? Hát nem, ez a történet, ami szeretnék elmesélni, az nem most történt, már közel 20 éve. Még a szüleimmel és a testvéreimmel elutaztunk a Balatonra, és amíg mi fürdőztünk a parton, addig feltörték a kocsit, és kilopták belőle a termoszunkat, amiben az öcsémnek volt lefagyasztva anyatej, és volt mellette még egy fél tál zizses hús a villával, és azt is kilopták a kocsiból. Zizses volt. Enni innivaló már volt. Vajon mikor tűnik föl, hogy mit iszol? Igen. Nem? A végén? A közepén? Mert először még tetszik. Cukros tej. Igen, én is kóstoltam, egyébként olyan íze van. Igen. De hát a lefagyasztottnak felengedve már szerintem nincs valami jó íze. A gyerekeken kívül szerintem senki nem fogadja el. Vaníliás jégkása. Kedvencem. Fagyott vaníliasodó. De jó. Na jó, Jani, milyenek a kérdések? Nehezek. Na, ezt már szeretem, amikor kemény vagy és könyörtelem. Nehezek. Jó, megpróbáljuk. Jó, Judit. Próbáljuk, igen. Így szól az első kérdés, dedikált nyakba akasztója. Hogy nevezik idegen szóval az egy pupu tevét? Dromedár. Dehogy nehéz. Erre mondtad, hogy nehezek? Vagy ez most jönnek majd a nehezek? Most majd nehezednek. Jaj, mert ezt a Benny is tudja, pedig csak 4 éves. Így szól a második kérdés, dedikált Egér alátétért. Kivel énekelte duetben Michael Jackson a Scream című dalt? Testvérével, Janet Jackson. Ez is nehéz? Erre mondtad, hogy nehezek, Jani? Erre? Vagy majd most a következőre? Most fognak nehezedni a kérdések. Nagyon. Holnaptól már nagyon nehezek lesznek. Hihetetlen. Így szól a harmadik kérdés, dedikált Bögréért. Menjünk tovább, nem is kérdeztem. Hát, próbáljuk meg. Nehéz lesz. Melyik században egyesült Pest, Buda és Óbuda? Század. Ez na. Század, nem olyan nehéz. Gondold át. Szerintem érti a szót, csak nem tudja, Jani. Gondold át. Század. Szerintem tisztában van a szó jelentésével. Csak szerintem nem tudja megoldani. 19. És ott van. Hihetetlen ez a széles sáv. Ugye, Judit? Nagyon jó. Ügybe, hogy ilyen gyors az interneten. Igen. Az volt? Hát igen. Annyira izgulok, hogy így bekészítettem ide, hogy biztos, ami biztos. Na jó. Nem tiltjuk. Meg a szabályzat sem. Úgyhogy
megvan az ajándékcsomag. Jó, gratulálunk neked, köszönöm küldj. Szépen. Köszönöm, sziasztok. Dedikálom. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na, ugye, hogy nehéz volt az utolsó, ugye? Hát legalább az utolsó, igen. Legalább az utolsó. Köszönjük, Balázs nevű. Mert micsoda? Ja, többen írják, hogy jó étvágyat. Gyerekek, hát most mikor faladozom? Éhes, éhes. Most, érted, most a hírjaket nem zavar. A falási rohamaim vannak, jobban járnak, ha lesne a vércukra. Érted, tudod, ha nem eszem, agresszív leszek. Ha agresszív vagyok, üvöltözök, az senkinek nem jó. Hát most nagyon drágák vagytok, köszönöm szépen. Figyelmesek hallgatok nagyon. Egy nap születésnap. Ennyire lehetett hallani? Reggeli ebéd, hát vacsora, húzonna, früstük. Jó, aki eltalálja, mit eszem, egy ajándékcsomag, jó? Na. Amit te, azt is meg fogom kóstolni. Azt nyomj, az a baj, most oda a zavarba hozott egyébként vele nagyon a Viki. Mert nem akarok már enni. A feleségem zavarba hozott. Látod, milyen tud ilyen? Az én feleségem ilyen? Olyan kis sugárzása van, öcsém. De most komolyan. Hát az a baj, hogy olyat hozott, amitől megmondom őszintén, azért tartozkodok, mert nem tudok neki ellenállni. Tehát, hogy így... Átjössz este? Beszállsz? Akarod? Este is ez lesz. Bárkinek a hasáról megeszem. Este tiédről is. Este sushit állat szolgál fel az én hasamon. Ott a helyed. Nagy buli lesz. Hát ez meg mi? Alga? Igen. A shiitake gombát a legérzékenyebb helyre rakja. Azt nagyon szeretjük. Szőke. De hát nincs is itt szőke. Ja? 4 perc múlva, vagy 6 perc múlva egészen pontosan. 9 óra, jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra múlt 9 perccel. Az Egérú teljesen elesett. Írták ezt mikor a reggel. Most viszont már azt kapjuk, hogy tiszta lett. Elindult a forgalom. Körülbelül 2 hónapja nem volt ilyen jó reggel közlekedni. Érdekes, egy órával ezelőtt még azt mondták, hogy elesett. Gödöllő M7, mint kés a Vajban, végig 110-el az M0-áson, hihetetlen. Egy régi nullás harcos írta ezt nekünk. M3 a 144-es kilométer, Kagylós kútnál készülődnek mérni Pest felé, ez pedig András üzente. És itt van István. Hello István, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggelt a teljes Morning Show személyzetének. Hello, na mit láttál, vagy mit akarsz? Halásztelekről Cseper felé nehéz a bejutás egy korábbi baleset miatt, és szeretném a segítségeteket kérni ezügyben, hogyha lehet, nem tudom, megengeditek-e. Hát nyilván tudunk, ha tudunk, segítünk, persze, miről van szó? Igen, ugye ennek a balesetnek az elszenvedője az én barátom és a kisfia volt, akik motorral közlekedtek ezen az úton, Cseper felé haladtak volna, és egy személyautó lesodorta őket. Elestek a motorral, majd a helyszínről elhajtott ez az úriember. És a segítséget abban szeretném kérni, hogy egy hölgy, aki fölírta ennek az autónak a típusát és a rendszámát, és ezt megmondta a barátomnak, de ugye neki is kellett menni dolgozni ennek a hölgynek. Szeretném, hogyha nálatok jelentkezne, és tanúként, tehát a rendőrség, aki ki volt, voltak a helyszínre, ugye lezárták az utat, ők szeretnék tanúként meghallgatni a hölgyet. De most azt keressük, aki cserben hagyta, vagy azt keressük, aki tanú azt volt, hölgy, elment? Igen, azt a hölgyet keressük, aki felírta ennek az autónak a rendszámát, ami megvan az autó típusa is, meg a rendszáma is, hogy jelentkezzen tanúként. Azt a fiatal embert is keressük, aki cserben hagyta nyilván, de hát azt majd a rendőrség megkeressük. Azt honnan tudod, hogy volt egy ilyen hölgy, aki felírta? Mert én a helyszínre mentem a barátomhoz, ugyanis én vittem a kisfiát haza. Aha. Na de ha megvan az elkövető, akinek felírták a rendszámát, hát akkor azt kell elérni. Nincs, csak a rendszám van meg az autó típusa. Hát de akkor utána meg lesz az elkövető is, hiszen azt lekérik, vagy ezt most akkor, most én ezt nem értem. Hát vagyok a hülye, vagy nem vagyok hülye, vagy most mi van? Hát ha a rendőrségnek van egy rendszám, meg egy autótípus, aha, hát akkor meg az lesz az elkövető, megvehet. Nem? Igen, de a rendőrség szeretné, hogyha a hölgy tanúként jelentkezzen, ugye tanú. Tehát itt igen, a legfontosabb itt a hangsúly azon van, hogy a tanú. A tanúként meghallgatni a hölgyet. Igen, tanúként hogyha ő jelentkezne, mert a hölgynek az elérhetősége nincsen meg, aki látta az egészet. És az autós elütötte a barátodat, meg a gyereket megsállt és ment tovább, vagy föllökte? Félreállt az autóval, visszanézett, látta, hogy felálltak mind a ketten, tehát gondolom nyugtázta, hogy nagy baj nem lehet, és elment. Atya Isten. Korrekt. Tényleg. Ez nagyon kemény. Jó, hát ez úgyis előállítják, tehát hogy ez nem így megy, csak nyilván kell tanulni, aki igazolja, hogy ez valóban. Igen, igen, tehát itt a hangsúly azon van, hogy a hölgy, aki látta és aki segített, fölírta a rendszámot, és a Jani barátomnak elmondta, itt az a lényeg, hogy ő jelentkezzen, mert a rendőrség szeretném ennek hallgatni. Jó, oké. Okay. Nagyon szépen reméljük, hogy meg lesz. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot, meg jó. Jól vannak egyébként a gyerek? Igen, hát kisebb orzsolások vannak a gyerkőcön, igen, de jól vannak. Mekkora gyerek? 10 évesen, Roland, igen. Szegény.
Jó, ha hallotta és jelentkezik, akkor mi kiadjuk a számodat, összekötünk benneteket, és akkor nagyon tud szépen menni, köszönöm, további szép napot. Jó, köszi, ciao, hello. Befejezted a közlekedési híreket? Egy kicsi közlekedési hírem van már, csak amit el akarok mondani. De csak egy hírecske. Egy icipici hírecske. A Komjádi úszoda előtt történt egy elég komoly baleset, mentő helyszínen, és torlódik a forgalom most délfelé, úgyhogy senki ne nagyon reménykedjen abban, hogy ott át tud menni, mert a Komjádi úszoda is most elesett. Érdemes a rakpartra lemenni, és ott megkerülni. Kivéve, ha azon a helyen, ami miatt van ez a torlódás, megköt a beton, vagy kihűl az aszfalt. Igen. Na, befejezted? Igen, mondom, nagyon jó. Fontos, mert érzem. Harmadjára teszem fel a kérdést, és most már külső nyomás hatására is, mert tegnap is találkoztam emberekkel, akik hallották ezt a kérdést már kétszer, viszont nem hallották rá a választ. Kikérik maguknak, fel vannak háborodva. Több oka is van ennek, most már az újságban megy egy hirdetés, ahol két egyébként jó képességű fiatalember háttal áll a kiszolgálnál, az egyiknek le van tolva a gatyája, az, hogy nem állunk letölt gatyával újságokban. Érted? Ugye? Meg hát azt az alsónadrágot, János. És miért nem a jobb seggűnek van lett? Hát nem, ez a másik. Ugye? Mert puha volt, és nem állt a van igazság. És szeretném, ha most végre kiderülne az igazság, János, mit láttál? Hát... Mekkora a kígyó? Nem tudok róla beszélni. Istenem. De még valakit irítál az alsógatyám, vagy mi, hogy le van tolva? Hát, igen, meg hogy egyrészt, hogy nem hordoljat az ember, az egy ilyen kék és mintás, kék színű és mintás alsónadrág, azt mondták, hogy férfiak ilyet nem hordanak. Micsoda, hát a legjobb. Ez az egyik része, meg hogy maga, csak akkor ezt most már én kérdezném harmadjára, hogy mi az Isten lesz. Figyelj, egy hatalmas kóserlókolbászt láttam magam. De csak odarakasztva. Ja, a hirdetésen ugye ott a Jani feje, aki átnéz, és ott minden megvan. Tehát ott igazából pont látjuk, hogy ő mit lát. De pont nem látjuk, hogy ő mosolyog, kacag, vagy elszörnyű. Ja, hogy kétértelmű, hogy mit lát. Hogy viccelj már, Balázs, ne utáskodj. Vagy az, hogy Jézus Isten, Balázs. Hogy tudsz ezzel élni? Az elismerés. Ezt nem mondtad eddig. Az arcomon az elismerés. Nagyon régen dolgoztunk képernyőn együtt, ugye a Kaladrafal volt a legutóbbi, az előtt meg ugye a celeb, és én minden egyes alkalommal képes vagyok arra, hát... mert ez természetes, hogy rácsodálkozzak az ő teljesítményére mindenféle tekintetben. Megint együtt fogunk dolgozni, megint tanulni fogok, megint rácsodálkozok arra a fajta szakmai alázat, amely nem utolsó sorban a hatalmas kóser lókolbászra. Ez azt jelenti, hogy a celebben is, meg a Kaladrafalban is mutogattam, mert úgy jön. Mindig mutogatod, te is tudod. Eddig a szakmai alázatra csodálkozott rá, itt most valami más, ugye valaki nem tudná. Nyilván te azt kérdezed, hogy irritálja az embereket, vagy néhány ismerős, az én alsógatyám, ami a műsor hirdetése, csak hogy képbe tegyük azokat, akik esetleg most nem tudják, hogy miről beszélünk. Ők egyszerű hallgatók és tévénézők, igen, amikkel én összefutottam, és kérdezték, hogy egyrészt mindig megkérdezik, hogy hol vagytok, mondtam, hogy hát nem, mi járunk együtt. Igen, nem élünk együtt. Hogy ez egy munkahely, összejövünk. Itt együtt vagyunk, ugyanúgy, ahogy te esztergályosként se viszed magaddal mindenhová azokat az embereket, akikkel együtt esztergálsz. Ez az egyik, a másik megkérdezték, hogy mi ez, és hogy hát nagyon vicces az az alsó. És ha már letoltad, miért nem szembe látunk? Na, ezt a lányok kérdezték. Így van. Hát, bevállaltam igazából, de nem hordok ilyen alsógatyán. Nem hord alsónadrágot. Eleve nem hordok alsónadrágot. Csak így el van igazítva bal nadrág szárban. Nem, van egy pisztolytáskám, és ott van. Hát egy gatya alatti pisztolytáskám. Ennyi. Tehát van egy saját teritoriuma, egy saját szolgálati körzete Pörölynek. Mert így hívják. Pöröly, persze. Igen, a Vang. A Vangnak. Igen. A Vermaxi csakosnak. Csak így becézgetem. Tehát az nem a saját alsónadrágot? Az a kék? Nem, egyébként azt hiszem az Ádám hoztam, mi sztájlisztunk, az nem saját alsógatya. Így van, kicsit fázott, de odaadta. Igen, levette. Ez nem én felvette. Voltam Ádám, csak szólok, tehát nem én mondtam. Levette. Egyébként a Jani is letolhatta volna a gatyáját, csak mondom. Csak ő úriember. Nem ezt a szót használ. Nem. Mit használnál? Kevésbé bátor. Igen. Tehát az esély megvolt, hogy te is villancsál. Hát gondoltam, hogy... Meghagyod ezt a nagyobb. Persze. Uh-huh. Na, ott tartottál az előbb a mondatban, csak ezt is beléd. Hogy van, szakítottam, vagy mindegy, hogy a műsor promó. Ez igen. Ez egy ilyen kis kampány, ami tulajdonképpen oda nézel, és akkor azt mondod, hogy most jó vagy nem jó. Aha. Hogy mit csinál ez a két hülye. Tehát ennek ennyi volt a célja. De örülök, hogy az alsógatyán rágódnak. Tehát ez tulajdonképpen elérte a célját. Meg a műsor címén, ami nyilván János találmánya.
Nem, mindenki. Kevesen tiltakoztunk. Tényleg kevesen, nem. Illetve nem is tiltakoztunk. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy kettő adás után dől el, hogy ez a műsor nézett, vagy nem. Mindegy, hogy mi a címe. Teljesen. Ha viszont már az lesz, hogy most akkor vasárnap este Janival Balázsra, vagy Wunderschön szuper szexi, akkor már inkább ez. De hogy nem a műsor címe az, ami ez egy harmadik verzió, hogy ez Balázs is mást akart, meg én is mást akartam. Igen, ez lett egy harmadik, amire mind a ketten igen mondtunk, de nincs jelentősége a műsor címének. Azon kívül, hogy erre most így mindenki felkapja a fejét, és akkor belenéz, hogy mi de lesz. De már szeretjük. Már megszerettük. Hát te igen. Igen. Te még mindig, én még mindig nem. De ez se baj. Tehát, hogy rögtön az első mondatna, hogy ez itt a Wunderschön, ez szuper szexi. Nem. Nem. Ez itt a Wunderschön, ez meg itt a szuper szexi. Nem. Én magamra mutatok mindkettőnél, és az meg itt a Jani. Azt fogom mondani. Én a tartalommal hiszek leginkább egyébként. Tehát, hogyha ez jó lesz. Mikor derül ki, hogy jó lesz? Tehát mikor nézik az emberek? Vagy hát ez egy jó kérdés. Adjanak időt. De mikor indul? A vasárnap. Most? Nem. Jövő héten. A nagyon vagyok? Hát csak a nagyon, nem? Jó, már éreztem, hogy elindítottam a kérdéseit. Bántó a kérdés. Ha én csinálnám egyedül, akkor jogos lenne a kérdés, de így nem. Ne, ha te csinálnád egyedül, az a Film Plusszal nem. Olyan Paprika TV. Egyébként miért a Paprika TV-n tök jól főzni. Vegetáriánus percek. Igen. Szeltán percek Janival. Tofu óra Jánossal. És akkor a Hajdú ezért ment el a vasárnap estéről, mert tudta, hogy ti jöttök, hogy nehogy ott harc legyen. Mert most áttette a frisbit, nem tudom mikorra, de... Én nem tudom, hogy a Hajdúnak hol a frisbie, mert a nézettségi görbén nem találom. Tehát én nem tudom, hogy ő mikor van. Mi van? Ő még van. Van. A Péternek? Igen? Ja. Azt nem tudtam. Ő nem vasárnap volt sokáig. Nem, azt hiszem szerda, vagy valami ilyesmi. Igen? Aha. Te fura. Hát de nem szóltatok, hogy harc lesz, tehát nem csörögtetek rá. Ő már korábban áttette. Tehát ő már korábban átment egy jobb helyre. De én egyébként nem emlékszem rá, hogy például Napóleon harcolt volna boxkesztyűs kengurukkal. Na, és mi lesz a műsorban? Nem mondhatunk el mindent, Feri, mert ha elmondanak, meg kell, hogy jöjjünk. Azt tudom. Azért én vállalom ezt, hogy még a megölést is a hallgatókért, csak hogy ne kérdezzétek meg többet délután tőlem, hogy mi lesz ez a műsor. Azért most elmondjátok, ti szabadok vagytok, én is. Az felmerült címnek annyi, hogy mínusz Rákóczi. Ez jó, ezt imádtam volna. Nem, mínusz rá, ez volt, valaki bedobta, hogy legyen ez a műsor cím, hogy mínusz Rákóczi. Ez jó. Szerintem jó cím. Igen, ezt be kellett volna vállalni. Egyébként többé-kevésbé ennyi is lesz. Tehát, hogyha valljuk be őszintén, hogy ezért nem nagyon tudunk kibújni a bőrünkből, ez lesz csak szebb. Csak tévés. Még te is. Igen, rajta nem dolgoznak sokat. Tehát, hogy azért csak mondom, hogy amikor engem sminkelnek, akkor az első érzem, hogy azért, hogy ne, semmi pazarlás. Jó, 3-4 ecsetvonás, tudod, hogy azért te is jól érezd magad, én is jól érezem magam. Ne tartsál föl. De amit a Jani nem tud, hogy mindig úgy sminkelnek, hogy nekem előveszik az alapozót, sminkelnek, és akkor kérdezik, hogy ki jön utána. És mondom, hát Jani, elrakják az ecsetet, elrakják az alapozót, kihúznak egy másik fiókot, elővesztek valamilyen 600 forintosat, és utána kikerik a Janit. Nem, a szekrénytetéről lehúzzák a port. Ne csillogjon a kis feje. Igen, és gésát csinálnak belőle. Ki lesz a vendég az elsőben, ha lesz? Ezeket nem. Másra kell. De lesznek egyébként. Neked nem mondhatjuk. Nem. Fia, ha te most befogad a füled, a hallgatóknak elmondja. Jó. Neked nem mondhatjuk. De egyébként lesz meglepetés. Lesz, már az elsőben szerintem lesz. Nagyon erős lesz. Leginkább egyébként szerintem, amiben érdekes, hogy az is többek között, hogy élő. Tehát, hogy azt a fene se tudja. Azért az egy nagy dolog. Tehát ilyet még így ebben a formában. Tehát hulladékok lesznek hétfő reggel. Igen. És kedden és szerdán és csütörtökön viszont már az újra készülünk. Nem, hát ez egy nagy kihívás, igen. Szóval ezt így élőben megcsinálni. Nyilván ugye az ilyen típusú műsorokat felveszik, és akkor a beszélgetéseknél azt, ami selejt, nem jó, unalmas, azt kivágják, van két jó poén, azt berakják, ami nem baj, de Amerikában például azért a legtöbb ilyet élőben csinálják. Azért is, mert napjén nincs rá utómunka, meg hát annak úgy van hangulata, de az Angliában is az ilyen típusú műsorok sokszor élő. Úgyhogy, hát szerintem ez a legnehezebb egyébként, hogy ezt így élőben kézben tartani. Annyit azért elmondhatunk egyébként a forgatás alatt, mert úgy dolgozunk egy picit azért előre már, nem keveset rögtünk.
Tehát, hogy azért jók lesznek az anyagok. Hát reméljük. Igen. Ja, ő nem rög. Ne, én csak tényleg abba bízom, hogy, hogy most senki nem ábrándult ki a műfajból, aki megnézte a Tibi műsorát. Tehát, hogy, hogy van még benne. Igen, hogy ezt a TV2 nem azért csinálja, hogy az emberek kiábránduljanak ebből a műfajból. Mi szórakoztató műsorat adtunk. De kikérem magam, ja, hogy ilyeneket mondjam. Mert Tibit egyébként szeretjük, tehát vele nincs baj. Meg is hívtuk volna, nem? Meg is. Meg hát. Meg. Igen. Na, kérdeztél mindent, amit én akartál? Én azt igen. Kielégítő volt? Sőt, azt is, amit nem akartam, egyáltalán nem volt az. Tehát kérdéseket fogok még kapni, még egyszer mondom, nem a saját kíváncsiságom vezéret, vagy nem csak az, mert már kétszer kérdeztem, akkor se válaszoltatok rendesen, hát most se, közi. Na, Tanya Suli. Tanya Suli, 21. századi városi ember, azt akarják, hogy menjen el Tanyasuliba. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában bemutatták októberben a Tanyasuli elképzelést, ami arról szól, hogy hogy kell önállóan megélni Tanyán. Nagyon helyes, nagyon-nagyon jó gondolat. Én veletek vagyok. Városi puhányokat ki a földekre. Tanuljátok meg. Meghirdették ezt a programot egyedülálló munkanélkülieknek és a kiköltözőknek. Egy ásott halmi tanyagazda, aki ezt kitalálta, és azt mondta, hogy mindenkinek ki kéne költözni a tanyára, hogy ott megtanulja, hogy hogy kell. Egy gazda. Én azt hittem, hogy ez valami állami kezdeményezés, és akkor tényleg nem lesz nyugdíj. Lehet, hogy mögé állt az állam, azt nem tudom. Egy ásott halmi tanyagazda egyedülálló programját jelentette be, és azt szeretné, hogy, hogy megtanulják ezt az emberek, hogy ez milyen szimpi ott élni, hogy mit kell csinálni, hogy, hogy önellátási lehetőségekben fejlődjünk, és visszaadjuk az önállóságba vetett hitet. Tehát, hogy rengeteg a holdföld, nem tévézni, hamburgerezni kell, azt mondja, és nem pár csirkéről és konyhakertről van szó, hanem háztáiról, amit mostanában ugye sokat emlegetnek. El kell menni, meg kell tanulni, és 10 fős brigádokban lehet ezt a dolgot kipróbálni. Aha. Akkor ő azért kicsit túl gondol azon, az ásott halmi gazda, mint amint én gondoltam, hogy egyébként tényleg egy csomó olyan dolog van, amit meg lehetne saját magattól termelni. Tehát nyilván a fővárosban a 3. emeleten kicsit nehezebb, de például ott is lehet balkonládát csinálni, és a saját paradicsomodat eszed. Én ezekben nem hiszek. De miért nem? Mit nem hiszel benne? Az, mert egyszer csinált anyukám ilyen epert termesztést az erkélyen, na most 2 darab, 4 milliméteres epert darab jelen meg. Aha. Kicsit kevés volt a családnak. Tehát körbeültük hatan, most akkor nagyon megfogoltatok. Igen, most akkor, mint amikor régen hazajöttünk az eperföldről, na most mindenki benyom 1/2 kiló eperet, és akkor ez így lekerült a családi asztalra. Tehát, hogyha termelheted otthon a paradicsomot, ez tök helyes, de hogy 2 darab érik meg neked. Minden tiszteltem az édesanyád, de hogy nem lehet, hogy valamit a mama elszúrt. De mi rosszul oltott, vagy nem kapott elég napfényt az eper ág, vagy mire gondolsz? Hát, vagy hogy várni kellett volna még. Hát igen, mert hogy az, igen. Akkor leszettük le? Hát picit igen. Valószínűleg. Lehet, hogy nem is eper volt, csak rászárt 2 katica bogár, és befaltátok. Hatodoltátok. Az én jogurtomba is, Tessék. Mert hogy ahhoz idő kell egyébként, az jövő évbe kezd el. Oké. Te vidéki vagy. Igen. Neked vannak vidéki vonásaid. Kézzel eszel néha, még ilyenek. De szereti a pocsatos. De nem. Teljesen városi vagyok. Tanítsatok meg. Holnap reggel felébredek. Kukorékol a kakas. Jó? Igen. Ugye? Azt mondja a kakas, vele. Fel kell a nap, és azt mondja a kakas, hé, az én sörömet kikiriki. Hát. Ez ugye nem lesz a tévéműsorban, ez a rész, ez nem lesz. Most ára, de tízi, mondjuk csak szarpolyok. Jó. Jó? Megébredek. Az én sörömet kikiriki. Kukorékol a kakas. Tessék, mit kell csinálnom, ha én holnaptól egy tanyagazdaságba ébredek? Hát, kakassal semmit. Rohadtul városi vagyok, de hogy szedem ki a kakas alól a tojást? Sehogy, ugye? Sehogy. A kakas őrzi a tikokat? Nagyon vigyázz rájuk. Igen? Nagyon vigyázz rájuk, tehát dobnod kell neki valamit, amivel eltereled a figyelmét. Olyan, mint a kutya, hogy nézd, eldobom, elszalad a kakas, és közben rátörök a tyúkokra? Mindig legyen nálad például 4-5 giliszta. Az van bennem, csak fel kell vágnom magam. Igen. Igazából szerintem annyi mindenkiben van. Mindjárt eztek? Mindjárt eztek, véreim, kedvenc kis kendermagasaim, csak előbb letolom ezt a féreghajtót. Ezt nézzétek! Kedves megkarányom! Gyertek, kis tikacskák, reggeli! Szóval tényleg, baromira városi vagyok, komolyan. Tehát, hogy én nem értek ehhez. Nem az a baj, hanem hogy meg sem próbálod.
Tessék? Hmm. Hogy meg se akarod próbálni. Hát arról nekem nem beszélve... már a malac nem mozogjon, nekem már a tehén legyen dobozba, a tejformájában. Tehát ez dolog engem kevésbé. De ha lovakról van szó, az érdekel, meg azt szeretem, meg azt sokáig csináltam. Most nekiálljak ott kecskét fejni, Feri, hát elmegyek a boltba, megveszem a kecsketejét. Nem akarok kecskét fejni. De hát az egész más, mert tudod, látod, hogy honnan jön az alap, hogy mit tettél például a kecskével, okay. hogy bio, meg öko, amiért te annyit harcolsz, amiért mondod, hogy ne több elszámokat! Igen, az nagy harcom. Na, hát okay. Tessék, nincs pénzem kecsketejet venni. Tehát nem tudom megvenni, ugye ez a program arról szól, hogy munkanélkülek valami kis pénzük, akiknek nincs pénzük. Tessék, ott állok én a kecskével szemben. Taníts meg kecskét fejni. Hát ha emlékszel, volt egy tanyasi kitelepülésünk, igen, ugye? Nem voltál ügyes. Nem voltál ügyes, ott még, de azóta már felültetél. Nagyon fontos, hogy ne előről menj a kecskének. Mert bakol? Jó, igen, tehát hát az már nagy bakol. Vagy, de hogy hát oldalról. Hát a bakol, amikor hátrálunk, vagy így szűröm, nem szűröm, hűtöm, azonnal iszom, leszűröm. Mi van a kecsketejjel? Szűröm forralod. Szűröm forralod? Igen. Nyers kecsketejet nem lehet inni? Ehhe, meg lehet, csak hát aztán... igen, nem mindenkinek bírja egyébként a gyomra. Gőzborotva leszel utána? Hát, én gyerekkoromban egyébként minden további nélkül benyeltem, annélkül, hogy felforraltuk volna. Hát, hogy de akkor valószínűleg még így, nem tudom, jobb volt a gyomramnak az állapota, most azért már nem merném már így forralás nélkül, csak így hirtelen séróra leborítani. Hát egy erős hasmenésed azért lehet tőle. De valóban, szűröd, forralod, visszahűtöd, és ott van a kecsketejed. Csinálsz belőle sajtot, a saját sajtot. A kecske szól, hogy mikor menjen? Persze. Igen. Behív? Van ilyen pártánc, vagy valami, hogy mehetek fejni? Vagy amikor én akarok inni, akkor megfejem? Nem, mindig ugyanabban az időben illik fejni az állatokat, mert akkor hozzá is szoknak. Meg mikor már azt látod, hogy a tőgye kidagadt az istállóból, és szerencsétlen kecske ott megeg, akkor érdemes megfejni. És igen, amikor nem fejtik a kecskét, akkor kifejte a kecskét. Hogy ő kifejte? Hát akkor... A gyerek kecske. Tehát ezt csak létrehoztak egy állatot? Akkor a belső nyomás kidolta. Nem. Hát egyik milyen jó kérdés. Meglepően jó kérdés. Mert ugye? Egyébként. Tessék, a teheneket, amikor még nem fejték, vagy az első tehenet azonnal tudták, hogy meg kell fejni. Ez hogy van? Hát nem tudom. Szerintem kismókusok szaladtak oda. Igen, a tölgyesből. Érted, mit akarok kérdezni? Fogták a kis mancsukkal, és... Igen, és tudták, hogy... De tényleg? Hát a tehén és az ember nem született együtt, nem volt mindig egymás, mert elkezdtek honosítani egy állatot, és az első nap már tudták, hogy meg kell fejni. Hát ez ugyanúgy megy, mint ahogy az anyáknál, tehát ugye akkor van tej, amikor van gyerek a kecskénél is, akkor van tej, meg a tehénnél is, amikor ugye ellett például a tehén. Érted? Tehát ott ugyanúgy megy a történet, csak akkor nem adják oda a kecskének, vagy a kis gidának, hanem lefejik, és akkor azt elviszik. Gyerekek, én ott éhe halnék szerintem. Valószínűleg, igen. Hát, és keresnek, hogy hol vagyok, és látnának egy fát, és ott lógnak a kötélem. Nem. Tehát én nem nagyon tudnék, mit csinálni. Nem, te bemennél a hűtőszekrényhez, és kizabálnád a többiek kajáját. Hát én megnézném, tehát a lovakkal azért sok minden, mert hát az menet. Tehát a lovak az istállót rám bízhatnák. Hát tudom, hogy kell trágyázni, tudom, mi kell egy lónak, tudom, hogy kell gondozni egy lovat, ellátni, lemozgatni, futószárat. Azt meg tudom csinálni. Az istálló az enyém. De hogy közben éhen halnék, hát, ez egy... Nem. Alternatív táplálékokra áll át. Miért? Hát ilyen makrobiotikusokra. Tehát, hogy ennél kukoricát, darát, tojótáposzt. Hát, amit találsz bent az olba. És kakas milyen az? Barátságtalan? Az hát bánt? Igen. Az elég. Élős? Neked roham? Hát nem félelmébe. Ha belerugok, arrébb megy? Visszajön. Szereti a rugást? Kívánja a rugást? Nem szereti, viszont a vérbosszúban még hisz. A kakas hisz a vérbosszúban? De tényleg is a kakas őrzi a tyúkokat? Igen. Tehát vigyázz, látja, hogy jön a gazda, aki most szemétpódon el akarja venni a tojást, akkor ott elkezd ott hepciáskodni. Így van, de te vasvillával mész, az mindig fenyegetőleg hat az állatokra. Úgyhogy nagyon magányos vagy kint a tanyán, szerintem lopva menj, éjjel a tyúkokhoz. Mi van, ha besül a tojás? Tessék, ilyet is hallani. Most csak olyat hallok, amit kérdezek városiként, hogy besül a tojás. Soha nem fog. Nekem régen sokszor mondták, hogy mi van, Balázs, megint besült a tojás. Mondom, hát gyere, inkább bújjunk. Hagyjuk ezt most, meleg van, inkább bújjunk. Kicsit fáradt vagyok. Fáradt vagyok, a tojás. Stresszes vagyok, ilyenkor mindig besül a tojás. Szóval, tessék, ilyenkor mi van, megyek és kiszedem belőle? Igen. Hónod alá kapod a tyúkat. Igen. Egyébként, persze. Van egyébként ilyen... És befele nyomom, vagy kifele húzom? Nem, körbe, kitágítod a lukat. Ne, hát kifele nem tudod húzni, mert akkor nagyon könnyen szétroppantod, ezért befele tolod, és kitolod a csőrén. Vagy kifordítod a tyúkot. Tehát úgy, hogy belenyúlok, és egy edényt rakok a feje alá, és kinyomom a csőrén, és koppan a tojás az edénybe, és megvagyok. Vagy ezt is megcsináltad, hogy a szádba veszed a csőrét, belefújsz, és kom. Tehát a másik oldalán kipottya. Honnan tudom, hogy besült a tojás? Onnan, hogy megnézem. Bandzsit a tyúk?
Nem, bedugod az ujjadat. Mi minden reggel minden gazda megújja az a tyúkokat? Nem áll, hát csak szól a tyúk. Persze, gyere fiam, megyünk besült tojást keresni. Jó, apám, nem akarok megint tyúkot ujjazni. Hát csak tudod, hogy besült a tojás. Vagy minden nap van egy elvárt tojás mennyiség? Hogy ezek nagyon laikus kérdések. Ezt ma egyébként le kell csekkolni, csak az a baj, hogy egy idő után annyira rákapnak az ízére, hogy már erre, amikor meglátják, hogy hallják, hogy nyílik a nyári konyhának az ajtaja, már tolatnak az ajtó felé. Nézzétek, jön a Balázs, seggeket föl! Gyorsan egysétek el a tojásokat, csináljuk úgy, mintha besült volna. Föl a segget, írma, föl a segget. Igen. Szóval tényleg, ezek abszolút laikus kérdések, de hát nem, én nem éltem vidéken, vagy nem dolgoztam ilyen helyen, nem tudom, hogy kell. Tehát nekem a tojás az, hogy belenézek, hogy van-e benne törött, ha nem, akkor szatyorba teszem. Tehát aha, körülbelül igen, nekem ez a tojás. Papírdobot, vagy szatyorba, vagy dobozba, vagy berakom a kosár. Van benne törött, akkor kilopom, visszacserélem, lecsukom. Én nekem itt áll meg a tojás. Meg hogy serceg a serpenyőbe, ennyi. Na, egy kicsit korábban kezdődik, de akkor ezt is tudjuk. És akkor szólatjuk? Szólj, persze, ha? Mire? Hát, hogy besült. Ja, vagy látod, nem tojás. Mennyi egy tyúk egy tojás? Tehát mennyit állok, ott kijött egy? Még állok, vagy mehetek ne, tovább? Nem, ne álljál nem kell állni. Egyet? Nap? Kb. Igen? Egyet, igen. Kettőt max. És akkor összeszedek. De gondolj bele, kint vagy a jó levegőn? Az állatok között. Ott állsz kezed a szakaltóval. Érted? Gumicsizmában. Hát nem jó. Én azt sem tudtam, hogy egyébként a tehénnek... A bújtvörtön csinál gumicsizmát. Mert már, akkor már itt meg van lőve. Én azt sem tudtam, hogy a tehénnek akkor van tej, ha fial. A tehén az nem mindig ad tejet? Nem, herdiekben nem. Nem. Én azt hallottam, vagy azt tanultam, hogy a tehént, ha fejed, akkor azt elkezdi termelni a tejet, és minél jobban fejed, annál több tejet ad. Aha. Nem csak azok a tehének adnak tejet, akiknek egyébként borja született. Ha-ho, nem? Hogy átvágtak? Hát amikor ivar életé válik. Hát ugye, igen, de ha utána te amikor fejed... húzgálod, az ugyanaz, mint amikor kis na, ezt mondom, igen. Oda megy és elkezd. És ezt érzi. Így van, tehát ugyanazt az ingert ki tudod váltani nála, és akkor van még tejelés. Mitől nő a tőgye? A tejtől. Nem úgy, igen, mi van benne, víz? Mit adok neki enni? Füvet? Hát van száraz, meg van nedves takarmány. Van ilyen friss, nyilván nyáron az a letetik, alapvetően télen meg van száraz takarmány. Nézd, kínálgatod neki, ha pizzát elfogadja, akkor azzal leteted az hát amit találsz otthon. Ha bejön neki, bejön neki. Ha nem fogadja el, akkor adsz mást. Csak aztán ne csodálkozz rajta, hogy a koriander ízű lesz majd, ahogy hívják. Igen, hát a tej. Tessék, trágyázási ismeretek. Mivel trágyázok? Tehén trágyázom. Szarra. Hihetetlen egyszerű ez a vidéki élet, hát le kell költöznöm. A kutyafáját, azt hittem ez egy bonyolult dolog, nem de így mondod. Így mondod, ez tök egyszerűnek mindent nem lehet. Például a tyúknak a trágyáját azt nem közvetlenül jó. Nem forgathatod vissza a természetbe, mert az nem jó. Túlságosan, milyen az? Várjál, lúgos? Várjál, nem is tudom. Mindegy. Várjál, nem emlékszem, rég volt már, emlékszem az ízére. Melyik az az állat, amiből halmozzak föl sokat, mert az állattőzsdén sokat él? Tehát egy kicsit gazdasági, kobe marha, igen, masszírozzam is. Tehát én már gazdasági szempontból nézem, hogy mi az, amit gyűjtsek be, mi az, ami sokat ér. Egy kecske, két nyúl? A tőzsdén két állat kerül szóba, a bika és a medve. Igen, az amerikai tőzsdő leginkább. De tényleg, tehát mivel vagyok gazdag? A tehénnel? Vagy három kecske, egy te? Mennyibe kerül egy tehén? A tehén az drága. Az drága? Szerintem az drága. Mennyi a tehén? A bika a legdrágább egyébként. Egy jó tenyészbika. Egy jó tenyészbika. Mennyibe kerül egy tyúk? Elmegy, hogy kérek egy tyúkot. Élőt. Régen vettem. 1000 forint? Mi az ára egy malacnak például? Tényleg. Hát, mennyi egy kecske? Mennyibe kerül ma egy kecske? Nem tudom, mert az sem mindegy, hogy most egy kis... Mondd meg nekem, mennyi a kecske? Kis malacról van szó, egy hízóról van szó. Na de ezeket nekem értékesítenem kell. Hát igen. Most lököd itt a blöfföket, hogy hízó, meg ilyen, igen, ezeket. Ez nem blöff, de hogy a blöff. Nem. Megnézed, hogy mennyi a hízónak a kilója, a hízó. És akkor a tiédet is eltogadni. Hát dehogy nem. Hát, hogyha otthonra veszel mondjuk te egy sert, és azért, hogy felhízlaljad, és aztán levágjad, az nyilván olcsóbb, mint hogyha már egy felhízlalt sertést veszel azért, hogy levágjad. Tehát, hogy most itt többféle variációk vannak. Nem mindegy, hogy milyen fajtát veszel. Most nagyon mennek ezek a mangalicák is, hát az sem mindegy, na, hogy fajtába miért veszel. Fektethetnél, az jó lenne. Mangalicába, az ma most megy a mangalica, ugye? Értékes, csak az ugye nehéz beszerezni. Na tessék, Harold Gida, megnézem, most fölléptem egy ilyen oldalra, közben megtudom. Harold Gida, 6 hónapos Harold Buck. Az mi? Felsoroltad a fél ergó. Az most mi? Kecske? Gondolom, nem? Aha. Gida? Buck. Buck?
5000 forint. Na, tessék, de ő neki már nincs heréje. Herével lehet, hogy drágább. Akciósan 5 darab kecske eladó 60 ezerért. 5 kecske. Freeze csődör, nincsen. Hát egy picit ugrottunk az árkategóriában, ugye, tehát ez egy, szépen mondod, egy low típus a freeze, hát az nem biztos, hogy 5000 forintért eredeti freeze lovat tudsz venni. Tessék, 5000 forint egy kecske. Na. Az nem ér túl sokat az állattőzsdén, az nem jó. Na most ezeket a kérdéseket, ezeket egy városi ember nem teszi föl? Ezek de, teljesen hát laikus kérdések, nem? Rajta. De. Te ezeket honnan tudod? Hát erre csak részben tudom, mert már nagyon régen vásároltunk, de időben azért vettünk ezt, azt, azt otthonra. Mi apád meg, az őt egy kecskével? A kecskével nem, azt nem tarthattunk, mert oda a szomszédoknak a beleegyezése kellett, de aztán a legnagyobb megdöbbenésemre láttam olyan fotókat, amik akkor készültek a 80-as években egy másik kertben, egy másik családnál, és ők még tartottak útjába. Igen, konkrétan volt neki 3 vagy 4 kecskék, tök csalódott voltam, mert én mi is szerettük volna, de tyúkunk, mindig volt gyöngytyúk. Tessék, el akarsz nekem adni egy birkát, mennyire adod? Na. De birkát nem... De csak mennyi egy birkát? Mennyire lőnél be egy birkát? Ugye, hogy milyen egyszerű hát, dolgokat nem tud az ember egyébként. Szerintem ez érdekes. Szerintem... Kicsi vagy nagy birka? Egy nagy kicsi. Birka. Nagy. Ja, egy nagy. Egy 20 ezer. Az. Egyébként akkor 20-30 ezer forint, ja. Igen. Igen. Azt tudtad, hogyha levágod a csirkének a fejét, összeszorul az ánusza? És ezt hogy próbálták? Valaki... Ezt nem mertem megcsinálni soha. Nem akarom elmondani, hogy ezt milyen szövegkörnyezetben hallottam egy parasztembertől. Egy igazi, a szó jó értelemével vett parasztembertől, hogy ezt nekem hogy mesélte el ezt a történetet. De szerintem tudtok rá következtetni. Az a baj, hogy ezt viszonylag kevésszer tudod eljátszani. Tehát ez így sokba kerül. Akkor inkább tényleg menj ki a kocsi sorra. Többször. És ezt nekem elmesélte. Hogy vannak helyek, ahol ez... Igen. De egy héten többször? Ugyanazzal? Nem. Meglepődnék. És utána leves lesz belőle? De tudod, hogy miért fontos, hogy levágod a fejét, összeszorul az ánusza? Nem? Nem tudom, most ezt neki adáson kívül elmondom. Jó, alig várom. Jaj, ne vár. De. Ja, hogy a tyúknak szorul össze az ánusza. Én azért csodálkozom, hogy ez ismerősöd, hogy mi? Hát ennyire szerette, vagy ennyire aggódott érte, nem vagy valami. Nem neki szorul össze az ánusza. Amikor levágnak annyira egy csirkét. Annyira szerettem ezt a keddermagost, összeszorult az ánuszom is. Nem, ma ezt nem akarom elmondani. Na mindegy, érdekes történet volt. Jó, hát ezen azért én erősen megbuknék, nem? De nem is kell, mennénk, szerintem az már izgalmasabb lenne, ott lennétek ti is. De nem kell tudnod, hogy oda mész is meg. Ja, a garda körbe. Igen, mi meg hajnalba kellni. Hé, paraszt, ostor csapásokat mérnék átok a fejed, azt a tehenet. Igen. Te jönnél a kis ködmönödbe, te lennél ott, ahogy hívják, a csendbiztos, tudod? Igen. Mi meg az Feri ott tologatná a ganét, egy talicskával, etetném a tyúkokat. Rettenetesen trágyáznál, hogy mi a helyek. Hordanám a moslékot. Nem, maga az ötlet egyébként szerintem jó, csak az ember annyira elszokik ettől így, hogy városban lakik, hogy tényleg, én imádok ilyen gazdaságokba járni, meg vidéken. Ez egy nagyon nagy dolog. Én visszahoznám a városba is azt, mert hogy azért arra van lehetőség, hogy van, hogy mondjuk a hétvégi kirándulásba belerakod azt, hogy szedd magad akció van, akármiből. Az nagyon jó. Hogy menjél ki, és akkor ne vedd meg az almát, sokkal olcsóbb, egyrészt kint vagy, mozogsz, leszedsz 5 kiló almát, azt hazaviszed, és tök jó lesz. Szerintem ezeket városban is lehetne csinálni, ugyanúgy, mint itt valaki írja, hogy 3 balkonláda van, 50 paradicsom. Tök jó, rajta. Így van, így van. Fűszernövényeket meg simán meg lehet termeszteni egy ablakba bármilyen lakótelepen, és azért ez mégiscsak más ízű a szóátvit, meg odaértem, mert egyaránt, hogy szépen fogod, azt letérsz róla valamilyen kis hajtás, vagy az otthoni kis petrezselymedet, lenyesegetet, stb. Amikor a pénteki receptben kakukkfű van, mondjuk érted. Tessék, már alig várom. Egy jó sáfrányos kakukkfű. Most lesz benne, megkapod. 5 perc, a pontosan 3:40, 3:40, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:40 múlt pontosan 1 perccel. Azóta állatárakat nézel, Jani? Tessék. Állatárakat nézem, és mennyibe kerül? Utána kell néznem, rengeteget felejtettünk, fel is, meg én is, ahogy néztem az SMS-eket. Ugye, hogy az ember, és ebben most kis túlzás volt, nyilván kikarikíroztuk ezt a dolgot, de hogy annyira hétköznapiba válik, hogy megveszed a tejet, elmész, meg ugye, tehát hogy azért sokan szakadnak el attól, hogy ők készítsék, ők termeljék, erre megvannak a gazdaságok, a tanyas élet, azok az emberek, akik ebből élnek, hogy ezeket előállítják. De 10-ből 8 városinak, ha megkérdezed a bizonyos élelmiszerek útját, hogy innen, hogy jut el oda, mire a polcra kerül, vagy azt az állatot hogy gondozzák, mit teszik, mennyibe kerül, mi történik vele, azt nem tudjuk, nem? Nem
Fogalmunk sincs. És ez nem feltétlen baj, mert ez egy olyan passzív tudás, amire most jelen pillanatban már nem biztos, hogy mondjuk szükséged van. Persze, és ha ledobnak téged ásott halmon a batát a földre, hát itt akkor jön az érdek, igen, itt jön az érdekesség, hogy közben meg ez egy milyen szép dolog önmagában az, hogy az embereket kicsit visszaterelni a természethez, ismert meg, tanuld meg, fogd föl az értékeit, gyere rá, hogy ezek milyen értékes dolgok akár itt Magyarországon belül, meg hogy mennyi értékünk van, nem? Úgyhogy ezeket gondozni, megtanulni, nevelni, saját magunk által elkészíteni, tudni, hát azért ezek nagy kincsek, meg nagy értékek. Csak hát az ember ettől elszakad. Más az íze is annak a befőttnek, amit teszel. Egész szelet. Más, persze. Így van. Hogyne? Így van. Persze. Az enyém, amit én teszek el, az nagyon más. Azt nem biztos, hogy megkóstolnánk. Tehát mi nem tudjuk meg ezt soha. 4 perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hogy vagy? Azért miket elvisznek, tényleg. Ugye? Érdekes volt. Igen, ezt egy internetes oldal szedte össze, hogy miket lopnak el Magyarországon, izgalmas dolgokat. És hát tényleg nem tudod, hogy mit csinál vele, meg hogy eleve hogy lopja el, az egész nagyon fura, és hát 200 forint bármelyik ilyen áruházban, nem? Izgalmas. Futottál, voltál? Ma nem voltam, képzeljétek el, csak kapcsolódva az előző témátokhoz, amit az ismétlésben volt, kiálltam az udvarból a kis autómmal, sarokházban lakunk, tehát egy két utcának a kereszteződésén, és minden így irányba lezárták az utat. Ugyanis a kereszteződésbe építenek most be egy ilyen fekvő rendőrt, és sem erre. Tehát se jobbra, se balra, kereszteződésben, és kész, ott álltak a gépek, és mondtam, hogy valahol engedjenek át, hát a gyereknek be kell érni a suliba. És mit mondtál? Jó fejek voltak, mert átengedtek. És mondtam, hogy figyeljetek, jövök majd haza kicsit később, addig de legyen már kész. Igen. Hát erről beszéltünk pont kora reggel, hogy ugye most egyszerre úgy tűnik, hogy hirtelen minden megcsinálnak. Kiderült. Nem baj. Ez nem baj, hát ez általában ugye tényleg szó van arról, hogy jövőre választások vannak, ez minden politikai éra alatt így, vagy akkor elindulnak a felújítások. Uniós pénzeket kell lehívni, mert elveszítjük a támogatást, az is benne van, hát inkább most legyen, és hívjuk le, csak ne veszítsük el. Csak ez így azért fura, hogy minden hirtelen egyszer, és az egész város megbénul. Tehát az ember azért feltételezné valamiféle észszerűséget, hogy ennek van egy menete, van egy rendje, van egy sorrendje, ez ki van találva, erről emberek döntenek, megnézik a hatástanulmányokat, hogyha az ott megbénul, mi bénul még, nem? Tehát, hogy azt hinni az ember, hogy azért ez szervezetten zajlik. Nálunk ugyanez van, hát a 17. kerületben még elég sok a földes út, vagy nem aszfaltozott út, meg nem voltak kiépítve az esővíz elvezető csatornák, és nálunk most tulajdonképpen ez készül, az esővizet fogják elvezetni, csak emiatt fel kell bontani az egész utat, és emiatt aztán már új aszfaltot fogunk kapni. Na, nézd a jó oldalát, szerintem csak fogom azzal... magam én is. Igen, csak azzal tudja nyugtatni magát az ember, hogy egyszer kész lesz, szép lesz, jó lesz, nem? Értéknövelő. De tényleg. Eladó. Tényleg? Igen. Kicsit várunk, míg kész lesz. Ha most akkor most ne most add el. Hát most egy... Ha kész lesz, akkor az megnöveli az értéket. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Az bizony, jó reggelt, hello! Sziasztok! Fityesz, hello, Fityesz! Szia! Ugye arról beszélgetünk, hogy melyik állatnak mennyi az ára, mennyibe kül egy birka, egy csirke, egy tehén, hát ezeket így nehezen tudtuk belőni. Te nagyon egyszerűen megfogalmaztad, egy jó tyúk fél órára körülbelül 20 ezer forint. Más megközelítésre tetszett, gratulálunk neked! Köszönöm, nagyon köszönöm. Már annyiszor írtam, és mindig a párommal reggel hallgatunk benneteket, mindig írok valamit, felhívom, írtam, figyeld a rádiót, hát ha beolvassák. Most is írtam, vagy felhívtam, hogy figyelj a rádiót, és akkor mondja, hogy mit írtam, mondom, hát ezt, hogy állatokról beszéltek, mi annyi, és ugye 20 ezer fél órára kb. És mondja, ezt honnan tudod? Innen üzenhetem a kicsiállatnak, én nem tudom, ezt nagyon szeretem, puszi, csókolom, úgyhogy... Este kell majd pedálozni. Ja, hallottam valahol, azt kell mondani. Igen. Mondd azt, hogy a Morning Show-ban hallottad. Ennyi. Fityesz, köszi, hogy írtál. Nem mentegetőzés, de sokszor mondjuk, hogy több ezer SMS jön egy nap, tehát az is szerencsés, akinek egyáltalán beolvassuk. Az SMS mindig egy lehetőség. Igen, persze. Így kell tekinteni, ami közül választunk, hogy melyiket olvassunk. Hát de nagyon jó. Fú, hát nagyon örülök. Köszönöm szépen. Köszi, ciao. Én is, sziasztok. Hello, hello.
kiömlik a tea, az jelent valamit, babona szerint? Hogy ne jelent. Azon kívül, hogy... Igen, valakinek le kell takarítani, mert te nem fogod. De szemét vagy, rombolod az imidzsemet. Már takarítom. Csak a papír nem tudja. Nagyon ügyes vagy. Kér szerintem megint egy új laptopot. Arra nem ment. Csabikám, remek zenéid lesznek? Köszönöm a kérdésed. A Wanted nevű fiú zenekarnak már a harmadik lemeze jön, és erről egy újdonság, a Walks Like Rihanna. Egy hölgyeményről énekelnek, aki nagyon szépen, illetve nem tud se énekelni, se táncolni, viszont nagyon szépen vonul az utcán, pont mint Rihanna. Csabi jön a kívánságműsorra, ami pedig holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.